Köszönöm a tisztelt megjelenteket. Rendes testületi ülést tartunk ma. Meglátom, hogy határozatképesek vagyunk. A meghívóhoz képest lenne javaslat a napirendeket illetően. A hetes napirendnél pillanatnyilag még nincs végleges állapota. Tegnap ez így volt, hogy akkor ezt halasztjuk egyelőre. Tehát a 3659-es HRS tekintetében a 6905, akkor ez maradna, jó? A 17-es napjelenti pontnál két fele bontanánk, a 17-es keretében két szavazásra két fele bontanánk, de a téma maradna. És akkor az egyebekben pedig részemről... 13-asban is. Mire, hova? 13-as is kimondta. Igen. Igen, a 13-asban szintén az előterjesztő kérésére egy későbbi időpontban tárgyalnánk, mert a kérelmezők változtattak az álláspontjukon. És az egyelőben pedig részemről három témát kérnék felvenni. Az egyik az nyilvános, az a bölcseli vezetésével kapcsolatos beállott helyzetről egy döntést kell hoznunk. A másik a GS-e az benne van, tehát igen, a 19-es azt nem kérem akkor pluszba, a GS-e támogatása öltözőépítés tekintetében, illetően lenne egy zártüléses pont, amelyik a pillanatnyilag, utána a önkormányzat gazdasági érdekeit keményen érinti, ezért ezt a zártülésben tárgyaljuk, majd aztán az eredményről pedig tájékoztatjuk utána a tisztelt érdeklődőket és jelenlevőket. Forró Gábor úr. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. A közügyi bizottság előtti ülésen tárgyalta, és most a most kiosztott anyagban benne van egy forrás meghatározás a szabad strandoknak a karbantartásához, fenntartásához. Javaslom, és erről szavaznunk kéne, mert itt a forrás, a munkálatok meg lettek rendelve, de a forrás nem lett hozzájuk meghatározva. Javaslom, hogy egyebek napirendben ezt vegyük fel. Rendben. Pintér György úr. Köszönöm szépen. Egy kiegészítés, amit polgármester úr már jelzett, a 17-es napirendi pont, hogy két napirendként legyen tárgyalva, csak úgy hangzik a jegyzőkönyv közt, hogy tájékoztatás az önkormányzathoz beérkező támogatási kérelmekről, a másik pedig úgy lenne, hogy támogatási igények jóváhagyása. Ez az egyik módosítás, amit szeretnék javasolni, a másik pedig a tankerületi igazgató úrral történt előzetes egyeztetés alapján javaslom, hogy az egyes és a kettes napirendi pontot egybe tudjuk tárgyalni, mert azok úgy az előadó, mint a téma tekintetében összefüggnek, a harmadik pedig, hogy az egyenek között a szokásos pénzügyi beszámolómat megtehessen. Rendben. Lenkény György úr. Köszönöm szépen. Egyrészt a napirendekhez kiegészítésnek javaslom, hogy a zárt ülésben fellebbezéseket tárgyaljunk. Másrészt a napirend előtt egy pár szót szeretnék szólni, ha megkapom a szót erre polgármester úrtól. Csak ha információs jellegű, és nem valami egyéb. Teljes mértékben információs jellegű, sőt annyira információs jellegű, hogy azért kértem ezt a lehetőséget, hogy az újságon, a honlapon kívül itt is elmondhassam. Ugyanis ezeket az adatokat, amiket most mondok, illetve információkat közzé fogjuk tenni. Dolgozunk konkrétan dr. Kálmán Gábor vezetésével, egy szakmai csoport dolgozik a helyi esélyegyenlőségi programon, amit minden önkormányzatnak meg kell csinálni. Az önkormányzat részéről a Szociális Bizottság dolgozik ezen a programon. Ebben a minden célcsoportot, aki úgy tűnik, hogy segítségre szorul, sorra veszünk, mindegyiknek külön albizottsága van. Itt fogyatékosokról, nőkről, gyermekekről, mélyszegénységben élőkről, idősekről beszélünk. Ennek alapján egy nagyon nagy, több, valószínűleg 100 oldalt is meghaladó tanulmány születik, ami gyakorlatilag egy szociális térképnek megfelelő áttekintést nyújt majd a város helyzetéről. Amikor ez elkészült, akkor ezt is nyilvánosságra hozzuk. Egyrészt az információt szerettem volna megosztani mindenkivel, hogy ez készül és dolgozunk rajta. Másrészt ugyan megkerestünk minden célcsoportnak a képviselőit,
illetve a célcsoportok vezetőit, illetve akik ezeket a körülményeket jól ismerik. Azon kívül is szívesen láttunk bárkinek információja, kérése van ebben a dolognak, ebben a szakában, rendelkezésre állunk, akár dr. Kármán Gábor, akár jó magam. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, elnök úr. Nagyon redundáns és nagyon klassz volt a dolog. Igen. Akkor, ha másnak nincs javaslata, akkor kérem, hogy szavazzunk a napirend elfogadásáról. Köszönöm szépen, egyhangulag elfogadtuk. Akkor az első két napirendet összevonva kezdjük. Üdvözöljük Eichhardt Oszló urat, akivel a, most már nem is tudom mióta, fél éve, egy éve működünk együtt? Fél éve. És eddig semmi konfliktus nem volt, úgyhogy itt az ideje, hogy akkor most keresünk valami lehetőséget. Parancsolj! Köszönöm szépen a szót. Tisztelettel köszöntöm a képviselőtestületet. Azért jöttem el, mert a meghívása az első osztályos beiratkozással kapcsolatos tájékoztatóról szól. Szeretném önöknek elmondani ezzel kapcsolatos eseményeket és a tényeket. Amikor előzetesen felmértük a gödi gyerekek létszámát, akkor a kormányhivataltól kapott nyilvántartás, népességnyilvántartási adatok alapján egy elég magas számot olvastunk ki, azok a gyerekek számát, akik esélyesek arra, hogy ebben az tanévben majd tankötelesek lesznek. Ez egy 400 körüli szám volt, amiből sok tekintetben szerencsére lecsökkent a gyerekek létszáma. A csökkenés oka elsősorban az, hogy néhány gyerek kettős lakcímmel rendelkezett Budapest és Göd között, ezek leginkább Budapesten iratkoztak be. A végleges szám úgy alakult, hogy 356 olyan gyerek volt, aki tanköteles és gödi illetőségű, és az itteni iskolákba kellett volna beiratkozniuk. Ezek közül a gyerekek közül 35 gyermek máshová iratkozott be körzetből, ez jellemzően szomszédos települések vagy Budapest. 68 gyermek maradt óvodában, ez egy elég nagy szám, és így 250 gyermek iratkozott be a két állami fenntartású általános iskolába. Ez azt jelenti, hogy a tavalyi évhez képest, amikor 239 diák kezdte meg szeptemberben a tanulmányait, 105%-os emelkedés. Ezért történt az, hogy amikor döntenem kellett arról, hogy hány osztály induljon az egyes iskolákban, a Huzella iskola tekintetében a tavalyi 4 első osztály helyett 5 első osztályt engedélyeztem. Így a településen 9 első osztály indul a tavalyi 8 helyett. Ennek egy része természetesen csak úgy valósulhatott meg, hogy a Klebelsberg intézményfenntartó központ elnöke által kezdeményezett törvénymódosítás időközben végbe ment, tehát a Nemzeti Köznevelési Törvényben meghatározott 27 fős maximális osztály létszámot túl lehet lépni, és természetesen nem ez a cél, hogy 32 fős osztályok alakuljanak ki, de azokon a településeken, ahol az elhelyezési problémák fennállnak, és a rendelkezésre álló infrastruktúrát sem lehet egyik pillanatról a nap másikra megváltoztatni, ott ez a megoldás tűnik célra vezetőnek. Így átlagban azt tudom mondani, hogy a két iskola között nincs nagy különbség a gyermek létszámba, a beiratkozott elsősök létszámában. Egy pici különbség azért éppen az 5 és a 4 osztály miatt adódik. A Huzella iskolában 129 gyerek iratkozott be, a Németh László iskolában pedig 121. Ez azt is mutatja, hogy a Németh László iskolában magasabb lesznek az osztálylétszámok, 30 körül az átlag, míg a Huzella iskolában ez 26 körül alakul az idei évben. Szerencsére
el tudjuk helyezni a gyerekeket. Tehát a jelenlegi osztálylétszámok az infrastruktúrával nagyjából azonos mértékben áll rendelkezésre, és azt tudom mondani, hogy így a gödi iskolákban a korábbi évekhez hasonlóan elég telített az iskolák létszáma. Jelenleg az idei évben olyan 100-110% között mozog a feltöltöttség, és ugyanez lesz érvényes jövőre is. Minden esetre az biztos, hogy a rendelkezésre álló osztálylétszámok és az osztályok száma a jövő szempontjából valamilyen fejlesztési igényt teremt. Ez nyilvánvaló az önkormányzatnak és nekünk is célunk. Alpolgármester úrral már egyszer kimentünk a Németh László iskolában körülnézni, hogy a korábban megszületett tetőtérbeépítéssel kapcsolatos tervek hogyan lehet a későbbiekben, a jövőben helyet biztosítani további diákoknak, mert azt kell mondjam, hogy a két iskola közül most elsősorban a Németh Lászlóban tűnik a helyhiány nagyobb problémának. Hosszú távon a nevelekdűlőből érkező gyerekek a körzet sajátosságai miatt valószínűleg ott fognak lecsapódni. Éppen ezért azt kell mondjam, hogy itt lenne fontos a közeljövőben valami fejlesztés megindítása. Ráadásul már most ott az a helyzet, hogy az osztályok száma, tehát hogy hány darab osztály van az épületben, az kevesebb, mint a hány tényleges osztály van. Ez természetesen megosztás szempontjából, tantárgyfelosztás és a csoportok elhelyezése szempontjából megoldható még, hiszen az osztályok létszámában nem számít be, az osztályok számában nem számít bele a tornatermeknek a száma, tehát még egy pici mozgástér az idei tanévben van, de hosszú távon azért ez egy nagyon fontos elintézendő közös feladatunk. Tehát azt kell mondjam, hogy a beiskolázás, első osztályos beiskolázás sikeres volt. Minden gödi gyermeket föl tudtunk venni abba az iskolába, ahova szeretett volna menni, tehát a törvényi kötelezettségünknek eleget tettünk. Ez azt jelenti, hogy a nemzeti köznevelési törvény értelmében a gyerek vagy a körzetes, vagy a választott iskolába jelentkezhet, és a körzetesbe kell kötelezően fölvenni, és ha van mód ezen felül, akkor a választott iskolába lehet fölvenni. Ezt mind a két iskola tekintetében meg tudtuk oldani. Nagyon komoly munka volt, és köszönöm az iskola vezetőknek, és köszönöm szépen az összes kollégának, akik a beiratkozás április 8-9-i nagyon komoly, teljes napos munkájában részt vettek. Ez reggel 8-tól délután 6-ig tartott, tehát egy 10 órás munka volt, és azt gondolom, hogy maximálisan sikeres volt ez a beiskolázás. A jövő évi trendek, áttekintettük a hosszú távú folyamatokat is, a jövő évi trendek azt mutatják, hogy körülbelül 200 az a gyerek a következő 5 évben, akik jelenleg is gödi lakcímmel rendelkeznek, és nyilván ebben még nincs benne az esetleges beköltözők, de ez körülbelül olyan 7-8 osztály indítását jelenti a következő 5 esztendőben a jelen állapot szerint. Ez azt mutatja, hogy valószínűleg, hogy az idei évben volt a csúcson az osztály indítások száma, ezzel a 9-el, és a továbbiakban a 7-8, azaz a korábbi éveknek megfelelő osztály számokkal lehet operálni. Igazából a beiskolázással kapcsolatban azt hiszem ennyi lenne részemről a tájékoztatás, és ha már nálam van a szó, akkor polgármester úr is mondta azt a fél éves együttműködést. Én köszönöm szépen a város vezetésének és a képviselőtestületnek a fél éves együttműködést. Részemről és a tankerület részéről nagyon jó együtt dolgozni olyan önkormányzatokkal, akik segítenek, és akik az iskolák érdekében, az intézmények érdekében is együtt tudunk működni, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó dolog. Az én részemről bármikor nyitott vagyok a továbbiak.
Ban is bármikor eljönni önökhöz, és bármivel kapcsolatban eszmét cserélni. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, Eiko. Nagyon figyeltem, hogy hol tálok valami kis hibát, de nem nagyon sikerült, ugye, mert hát ha... De azért egy azért rakadt, amikor tetszett mondani, hogy 105%-os emelkedés van, de én szerintem csak 5%-os emelkedés van, nem 105. Igen. Igen. A másik pedig a tetőtér kérdése a Németh László, és ez csak egy lehetőség a sok közül, és ez a egyik legkevésbé jó. Mert a város súlypontja áthelyeződik részben az oázis lakópark környékére, ahol még nagy arányú beköltözés lesz, mert a házak, a telkek még üresek nagy részben. Tehát oda előbb-utóbb, ha nem is most, 5 év, 3 év, 10 év, de ott meg fog telni lakókkal, és onnan nagyon nehéz bejárni a Németh László iskolához, közlekedés is nehezen tudunk biztosítani, messze van, kilométerekre van, gyalogosan messze van. Tehát alapvetően az oázis környékén kellene egy új iskolát létrehozni, temetőtábla is beépítésre fog kerülni, ott 2-3 ezer ember is megjelenhet valamikor, ahogy a gazdasági helyzet javul, az meg fog indulni. Megvannak a lehetőségek, a minősítése a területnek ilyen, tehát előbb-utóbb a beruházókot építkezni fognak, hogy mikor, azt nem tudom. Ide csatlakozik a nevelekdűlő, ami ugye a Németh Lászlóhoz közel van, de ott meg fogja kicsit emelni a létszámot, bár most is sokan oda járnak a nevelekről. Tehát alapvetően, ha akad pénz valahol, akkor nem a Németh Lászlót kell még zsúfoltabbá tenni, hanem az oázisban egy új helyen építeni egy viszonylag kisebb méretű iskolát, hogy onnan ne kelljen bejárni a város másik felébe. Ugyanazon a pénzen esetleg. Tehát inkább új építésű iskolára kellene pályázati pénzt szerezni, mint hogy a negyedik szintre föltenni valamilyen funkciókat, ami azért véges, és az udvar, meg a környezet, meg a parkolás, meg a oda való forgalom az meg bezárt. Azon nem lehet már segíteni. Tehát őrületes forgalomban reggelenként további létszámmal még bővítenénk ezt a nehézséget. Tehát alapvetően jó a tetőtér, jó nekünk egy tetőtér, ha ezt valaki finanszírozza, de utána az iskolaépítés elkerülhetetlen lesz az oázis területén. A város másik, a harmadik pontján, mert így a Németh László, a Huzella, és a harmadik pont lenne kinn a háromszög harmadik csúcspontja az oázis környéke. Amúgy egyetértünk, hogy jó volt együttműködés, és váratlanul jól zajlott le, tehát sokkal több nehézségre számítottunk ebben a kérdésben, gyakorlatilag semmilyen problémát nem láttak. Ugyan most kaptam egy levelet a e-mailben a Huzella iskola közösségétől, ahol végül is valamilyen szülők írták alá, de valamilyen képviselni, csak nem emlékszem pontosan a szervezetre, amit képviselnek, hogy fessünk ki néhány termet, ezt írták. És ebben látom azt, hogy nem lenne jó, hogyha az igazgatót megkerülve érkeznének ilyen igények. Hát a Szolimon közösség írta, de hát van ott egy igazgató, akin keresztül kellene jönni bármilyen összehangolt karbantartási igények, és nem pedig a Szolimon közösség jelölne meg igazgatói aláírás nélkül különböző, egyébként valószínűleg szükséges munkákat. Tehát hogy erre gondolok, hogy ez legyen akkor úgy, hogy az üzemeltető, tehát végül is Eikur és az igazgató közösen írjon nekünk, hogyha valamilyen elmaradt karbantartás vagy plusz pénzügyi igény jelentkezik. Ez csak javaslat. Jó, természetesen. Jövő héten lesz nekünk teljes tankerületi igazgató értekezletünk. Ott lesz téma többek között az olyan típusú igények, ami a nyári karbantartás és a felújítások, kisebb mértékű felújítás, ami az átadás átvételi törvény értelmében a működtető feladata. Ott fogom őket akkor erre megkérni, hogy természetesen igazgatón keresztül és az ő jóváhagyásukkal történjen mindez. Természetesen igen. Így jobban szervezhető. Így igen, igen, igen. Kinek van kérdése? Köszönjük szépen. Akkor a második olyan meggyőző napi volt, rendi pont, hogy igen. Köszönöm szépen. Második napi rendi pont, amit egybe vettünk, az a pedagógiai szakszolgálattal kapcsolatos tájékoztató, illetőleg az általam írt levélben a képviselőtestülettől egy vélemény kérése. A jogszabály előírja, hogy minden átalakítás során ki kell kérni a működtető önkormányzat véleményét. Gödváros önkormányzata a pedagógiai szakszolgálat tekintetében működteti az intézményt, és ezért fordultam a képviselőtestülethez, hogy az átalakítással kapcsolatban kérném az önök véleményét. Az átalakításról nagyon röviden annyit szeretnék szólni, tájékoztatni önöket, hogy a február végén megjelent szakszolgálati rendelet értelmében a szakszolgálatok megszervezése egy más
struktúrában más feladatellátás szerint fog zajlani szeptembertől. Létrejönnek az úgynevezett megyei pedagógiai szakszolgálatok, ez nálunk Pest megyei pedagógiai szakszolgálat néven fog felállni, és azok a szakszolgálatok, amelyek az egyes településeken találhatók, azok betagozódnak tagintézményként, intézményegységként ebbe a megyei szakszolgálatba. Ez nagyon fontos, hiszen így akkor a korábbi esetlegesen felelhető ellátási hiányosságokat a tankerület teljes egészére ki tudjuk terjeszteni, nem a hiányosságokat, hanem az ellátást, és így egy biztosabb ellátást tudunk adni azokon a településeken is, ahol esetleg problémát okozott ez korábban. Göt tekintetében szerencsére nagyon-nagyon jó volt az eddigi ellátás. Egyrészt a szakszolgálati feladatok, amit ellátott a Városi Pedagógiai Szakszolgálat, másrészt ők szolgáltatták hagyomány szerint az iskolákban az eseni ellátást, tehát az eseni gyerekfejlesztését. Ez a jogszabály értelmében a következő időszakban ketté válik, külön válik. Egyrészt lesznek a szakszolgálati feladatok, amelyeket itt a Pest megyei szakszolgálat egyes intézményei fognak ellátni. Jelen esetben a tankerületben található három szakszolgálat között lesznek szétosztva azok a szakszolgálati feladatok, amelyek jelentenek ellátási kötelezettséget. A Gödi Pedagógiai Szakszolgálat két új feladatellátásban fog részt venni, a korai fejlesztést és a fejlesztő nevelést kapták meg, ami nagyon komoly, de azt gondolom, hogy szakember állományában már most részben feltételekkel is rendelkező feladat. Azt kell mondanom természetesen, hogy ehhez személyi fejlesztésre is szükség van, és ugyanakkor tárgyi feltételt is kell biztosítani hozzá. Ez a mi feladatunk. Ez az egyik rész, hogy a szakszolgálati feladatokat hogyan látja el a Pest megyei pedagógiai szakszolgálat. A másik az úgynevezett eseni ellátás. Az eseni gyermekek ellátását az úgynevezett utazó gyógypedagógiai hálózat fogja ellátni. Az utazó gyógypedagógiai hálózat felállítása nem kötődik a pedagógiai szakszolgálathoz jelenleg, azonban tudok egy törvénymódosítási kezdeményezésről, ami mégiscsak oda fog, a lehetőséget biztosít arra, hogy a későbbiekben oda kapcsolódjon, ez jelenleg tárgyalás alatt van, tehát még nem lezárt kérdés. Az utazó gyógypedagógiai szolgáltatás fogja ellátni az iskolákban az eseni gyermekek fejlesztését. Minden esetre ez is a jogszabály alapján áll. Tehát az átalakítás folyamatban van, miniszter úr magának, a szervezetnek, a Pest megyei pedagógiai szakszolgálatnak a felállításáról pénteken, május 31-én fog dönteni, és utána lehet ezt az új, onnan alapított szervezetet tartalommal megtölteni, és utána lehet számunkra lobbizni annak érdekében, hogy a gyermeklétszám alapján nagyobb létszámot kapjunk a feladatellátásra, mint olyan tankerületek, ahol kevesebb a gyermeklétszám. Tehát ez lesz a közeljövőnek a folyamata a szakszolgálati átalakítás érdekében, és a véleménykérés arra vonatkozik, hogy a képviselőtestület erről az átalakításról, a jogszabály alapján szóló átalakításról mi a véleménye. Tehát én azt kérném, hogy vagy egyet értenek, vagy fenntartásukat fogalmazzák meg ezzel kapcsolatban. Számomra a miniszter úr felé a képviselőtestület véleményét kell közvetítenem. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Kérdés, észrevétel. Judit Havácsolid.
Köszönöm. Nagyon örülök, hogy eljött és ezt elmondta, ezt az átalakítást, mert ugye amit kaptunk írásos anyagot, abból nagyon sok minden nem derült ki azon kívül, hogy törvény alapján lesz ez az átalakítás, és hát a véleménye ugye az embernek mi más lehet arról, hogy egy törvény szerint átalakulás lesz. Ugye nem mondhatom azt, hogy én meg nem tetszik a törvény, vagy mondhatom, de minden esetre, amit ön elmondott, az alapján én úgy látom, hogy nem, hogy romlik itt a helyzet, hanem azért valószínűleg javulni fog, és hát remélem, hogy tényleg amiket itt felvázolt, ez egy jól, még jobban működő rendszernek tűnik, amit nagy örömmel hallok, mert így ez a sok átalakítás, így általában az oktatás ügyben nem mind okozott bennem ilyen osztatlan lelkesedést, úgyhogy én részemről azt gondolom, hogy ez jó lesz így. Meg hát amúgy se dönthetünk mást, mint hogy betartjuk a törvényt. Köszönöm szépen. Én nekem meg törvényi kötelességem megkérdezni a véleményt, tehát valóban itt egy eldöntött tényről lehet szó, de ezt nem én szeretném kimondani, ezt a szót. Igen, és tényleg azt kell mondjam, hogy itt Gödön a SNI tanulók ellátása és a pedagógiai szakszolgálat munkája az tényleg nagyon magas színvonal és nagyon jó volt, és most rövid távú célként én azt szeretném megfogalmazni, hogy ezt a szintet szeptembertől folytassuk tovább, érjük el, és utána lehet majd a még jobb célt kitűzni. Azért, mert tényleg országos szinten is ez azt gondolom, hogy kimagasló ellátást biztosított a gödi gyerekek számára. Köszönjük. Pintér Gyergyó. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy igazgató nagyjából elmondta a határozott tervezet javaslatomat, amit szerettem volna mondani, hogy nyilván tudomásul veszük és támogatjuk az átalakítást, ugyanakkor úgy az eseni ellátás, mint a szakszolgálati tevékenység egészet tekintetében kérjük, hogy legalább a jelenlegi színvonalon legyen ellátva a továbbiakban is ez a feladat és tevékenység. Azt gondolom, hogy így szavazható ez egy javaslat. Igen. Még más esetleg? Ha nincs, akkor szavazzunk erről a javaslatról. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, Eich úr. Én is a lehetőséget és további jó munkát kívánok önnek. Önnek is további szép napot. Hármas napi rendünk. 2012. évi zárszámadásról szól rendelet és pénzvállalásról szól határozat elfogadása. Második oldalon van az anyag. És kérdezem, hogy a pénzügyi bizottság tárgyalta-e? Gábor, Forró Gábor elnök úr. Köszönöm szépen a szót. Igen, a pénzügyi bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolta az anyagot. Egyelőre semmi más. Jó. Akinek esetleg van. Igen, Szina József úr. Tájékoztatólag szeretném mondani, hogy az árszámadásról szóló rendelet a második oldalon található, a hozzá kapcsolódó beszámoló a 40. oldalon, illetve a pénzmaradványról szóló pénzügyi bizottság előterjesztésre a 73. oldalon található. Technikailag köszönöm szépen. Siposti Hárdúr, hát a 73. oldalon található. Köszönöm szépen. Nekem egy olyan kérdésem lenne a pénzmaradvány felosztáshoz, ugye itt volt hozzá szöveges rész is, a bérkompenzáció kapcsán, hogy visszamenőlegesen azok a közalkalmazottak, akiknek a kormányzati adópolitika hatására idén csökkent a nettó fizetésük a tavalyi évhez képest, az önkormányzat a pénzmaradványból az ő bérüket kompenzálja, hogy a tavalyi bérszínvonalat megtartsák, és hogy ez visszamenőlegesen történik majd. Tehát január 1-ig visszamenőleg. Hogy ez várhatóan mikor realizálódik, tehát most elfogadjuk ezt a felosztást, akkor akár már a következő. Igen, amilyen a technikai átfutási folyamata, mondom, elsője körül, hogy hónap végén jelentenek, szeret, hogy most már nem tudnak, mert most már a következő hónapban még biztos, hogy nem, de mert most hónap vége van valószínűleg, és ilyenkor van már fel a jelentés, de hát, hogy a következő hónap végén tudják jelenteni. Köszönöm, és akkor ez egész évre biztosítja. Igen. Köszönöm. Pintér György úr. Köszönöm szépen, csak szeretném felhívni a képviselőtársak figyelmét arra, hogy
külön a belső ellenőröket felkértük a pénzmaradvánnyal kapcsolatban, hogy a kimutatás és annak megalapozottsága a vonatkozó jogszabály szerint történt, és a többi az anyag kiosztásra került. Úgyhogy csak néhány mondatot idéznék belőle. A pénzmaradvány levezetés számszerűen helyes főkönyvvel alátámasztott. Az árupénzkészlet kimutatott összege maradéktanút tartalmazza a bankszámlákon, illetve készpénzben meglévő évvégi pénzállományt. A helyesbített pénzmaradvány megnövelték a még kiutalatlan költségvetési támogatását, csökkentették a kapott többlettámogatása, mindezek megalapozottsága biztosított volt, stb. Úgyhogy azt gondolom, hogy én legalábbis nem emlékszem, az elmúlt években külön a pénzmaradványt, ezt a belső ellenőrök vizsgálták volna, úgyhogy ez egy plusz kontroll most még a rendszeren. Úgyhogy részben egyébként ennek kapcsán lett itt kiosztva, mert még minimális mértékben módosult egyetlen tétel volt, amit találtak, ahol egy kisebb módosítást kellett eszközölni, az is jelzem pozitív irányba vitte a pénzmaradvány összegét. Úgyhogy ezt szerettem volna jelezni itt, hogy most még egy ilyen plusz kontroll is volt a rendszer fölött. Novács Judit. Amit Pintér úr említett, ugye itt van ez a jelentés, amit most kaptunk meg ülés előtt, itt az utolsó oldalán vannak megállapítások és javaslatok, amelyek intézkedést igényelnek, ugye egy magas, egy közepes, egy alacsony kockázatú megállapítást tett az ellenőr, hogy ezek így módosításként bekerülnek most a rendeletben, amit elfogadunk, vagy ezekkel mi fog történni. Tehát én azt gondolom, hogy ezeket ugye viszonylag egyszerű ezekkel mit kezdeni, hogy duplán kimutatott, majd 2 milliós összeget tartalékba tenni, ilyesmi. Tehát, ez az ezek... összeg szerepel a most kiosztott táblázatban, tehát ennyiben már korrigálva történt a dolog, és nyilván a következmény pedig az, hogy a továbbiakban meg oda kell figyelni, hogy ez a fajta kettősség, ez ne jelenjen meg a vezetésekben. Világos. Mondjuk ez ugye azt jelenti, hogy több pénz marad, úgyhogy bajnak nem mondható. Nem, pedig mondtam, pozitív irányban már megelőttem a változás irányát is. Ja. Nyilván tökéletes rendszer nincs, ezek mind a jobbítás nem irányában mutató. Ezért jó, hogy készült egy ellenőrzés, mert nyilván hiba mindenképpen keletkezhet, de azért kiderült. Főjegyző. Technikailag újra csak közölni azt, hogy jelen vannak az Anonymous Expert közvizsgáló cégnek a munkatársai Lászlóné Pakkatényi vezetésével és kolléganője Robino Tünde, akik végezték ezeknek a vizsgálatokat a döntő részét. Forró Gábor úr. Köszönöm szépen a szót, ez a duplán szereplő összeg, hogy azért ez világos legyen, hogy micsoda. Ez, ahogy a pénzügyi osztályvezetőjétől megtudtuk, nem érinti különösen az elszámolásokat. Van egy kötelezettséggel terhelt pénzmaradványuk elnevezésű 75-ös űrlap, és itt szerepelt, és az oka pedig az volt, hogy a közüzemi számlákat a TESZ felé számlázza a szolgáltató, és a TESZ pedig tovább számlázza az intézményeknek. És volt egy adminisztratív hiba, hogy a szerepeltették, csak ezen az űrlapon egyébként szerepeltették mind a két számlát. Úgyhogy ezt vette észre aki a vizsgálatot végezte, és ezt jelezte. Köszönöm. Igen. További kérdések, észrevételek? Ha nincs, akkor megköszönném az eddigieket, és akkor ezzel a módosítással szavazzunk a 73. oldalon levő pénzügyi bizottság által elfogadott. Igen, és a második oldalon található a zárszámoló rendelet. A kiadott, a második oldalon. Igen. Külön-külön vagy egyben is lehet? Akár egyben is lehet. Van valakinek kifogása, egybe szavazzunk? Ha nincs, akkor szavazzunk egyben. Köszönöm szépen. Következő napirendünk. Tájékoztató a 2012 évben történt pénzügyi gazdasági ellenőrzések tapasztalatairól, és ez helyben kiosztott anyag van. Mesék megnézni, biztos már látták a készített képviselők. Pénzügyi bizottság tárgyalta. Igen, a pénzügyi bizottság tárgyalta. Sajnos hozzánk is elég későn érkezett az anyag, tehát mint ismeretes voltak
személyi problémáknak, aki belső jelenlői munkát végezte az évközben más irányú feladata miatt ezt a feladatot már nem láthatta el. Úgyhogy akik most végezték, azok is jelezték, hogy voltak ugye személyi problémák, mert kevés volt az idő, ennek ellenére a vizsgálatok megtörténtek. Sajnos később érkezett, úgyhogy a bizottság indítványozta is, de hát ez ugye meg is történt, hogy a belső ellenőrök vegyenek részt most a testületizésen és esetleg felmerülő kérdésekre válaszoljanak. Illetve még annyit, hogy egy részletesebb jelentést a bizottság szeretne a közeli jövőben valamelyik ülésen megtárgyalni. Köszönöm szépen. Igen. Itt egy része a vizsgálatoknak az élelmezési tevékenységre irányult, azt a jegyzőkönyvből lehet látni, és voltak apróbb szabálytalanságok. Azt nem mondtam az ülés elején, de már talán beszéltünk a múltkori üléseken róla, hogy a közbeszerzési eljárás most folyik a településet a szervezetnél, a szervezet bonyolításában, illetve a Deák iroda, ügyvédiroda részvételével, amelyik az élelmiszerbeszerzésekről szól. Ugye 5 évvel ezelőtt volt egy közbeszerzés, ahol kialakult egy bizonyos beszállítói körök, ennek hatája alatt 5 évig ezt csinálták, most ki kellett írni, 5 év eltelt, és úgy néz ki, hogy sokkal kedvezőbb árakon lesznek most a megajánlások, illetve a beszállítók kedvezőbb árakon fognak szállítani. Néha meglepő módon is nagy különbségek alakulnak ki az eddigi beszállító árakhoz képest. Ezt majd meg kell néznünk, hogy miért volt ez, és erről valamit, bár jogilag teljesen rendben van biztosan, de morálisan esetleg ezzel foglalkozni kell, hogy miért lett ez ennyivel olcsóbb. Ilyen, még az is baj sokszor, hogyha sokkal olcsóbb lesz valami. Minden esetre ez az olcsóbb beszállítói várni nincs vége, de úgy néz ki, hogy ez várható lesz. Akkor meg el kell meg gondolkodnunk, hogy a megtakarítást mire fordítjuk ennek kapcsán, hiszen ezt a szülők fizetik ezt az összeget. Emeljük az élelmezés színvonalát részben, és részben esetlegesen az árakat is nem növeljük, vagy inkább csökkentjük a rezsit ebben a vonatkozásban. Tehát itt helyben is alkalmazkodunk az országos irányhoz, hogy amit lehet azért azt a polgároknak ne kelljen fizetni, ami indokolatlan. És akkor ide kapcsolódik, hogy az élelmezésnek természetesen a felhasználási helye meg a két élelmezés adó, vagy akár három, mert a bölcsődjönnek külön van, konyha, ahol megfelelő nyilvántartásokkal kell átámasztani ennek a korrektségét. Ebben vannak bizonyos hiátusok, amit pedig sürgősen pótolni kell. Az egyik konyhán nincs most élelmezés vehető, mert elhalázott egy pár hónapja, és itt akkor esetlegesen frissítést vagy javítást kell ebben a színvonalban. Hát a fiatalabbak valószínűleg másképp állnak már a számítógépes nyilvántartásokhoz, és talán jobban is fogják majd, ha fiatalabbakat veszünk fel esetleg. Köszönöm, ennyi volt erről. Más, kinek van észrevétele? Csak annyi a kérdésem, hogy most szavazni fogunk az elfogadásáról? Ez egy tájékoztató anyag. Mert hogy bizottsági tagunktól úgy tudom, hogy ők nem kapták meg teljes terjedelmében ugye a pénzügyi bizottság ülésén az anyagot, ha jól tudom, minden második oldal került kinyomtatásra, vagy valami hasonlóba ki fordult elő, úgyhogy jelezte is az elnök úr, hogy szeretnék még ezt megnézni. Tehát semmi akadály nincs, hogy tovább vigyük még egy menetre. Lehetne, hogy ők megnézzék alaposabban? Ez a tájékoztató most megszületett, ebben vannak bizonyos szempontok, el lehet gondolkodni, és lehet egy újabb menetben akár javítani az állapotokat. Bármikor bármit végül is. Jó. Pintér György úr. Ezt szerettem volna igazából, hogy bármikor bármit bizottsági szintről indítva lehet kezdeményezni, hiszen ott a teljes anyag meg lesz, a bizottsági tag javasolja. Bármilyen anyagban nyilván itt is be lehet tekinteni, tehát teljesen nyitottság ilyen téren. Én azt javaslom, hogy ezt most pedig tudomásul fogadjuk el, és utána pedig vissza lehet hozni bármi. Jó, tehát az rendőrösekről van bemutatott tájékoztatót a képviselőtestület elfogadhatja, amennyiben úgy szavaz. A tájékoztatást fogadjuk el, vagy tájékoztatást az ellenőrzésről. Igen, tehát nem a magát a jelentést, mert arra visszatérünk, hanem vagy bármilyen. Ezt most ugye ülés előtt került kiosztásra, én nem tudom most ezt átnézni teljes felvételben. Világos.
Értjük. Visszahozzuk még egyszer, de most akkor ezt a tovább lépést. Ha a bizottság javasolja bármilyen anyagot visszahozunk, ez így jó. De ez egy másik téma most így. Most konkrétan erről beszélünk, hogy ezt az anyagot itt most el kellene fogadni. Elolvastuk, amennyire tudtuk, tájékoztatást megértettük, további lépést tartunk szükségesnek, erről szavazunk akkor egy újabb menetet. Csak azt kérdezném, hogy akkor van nekünk most törvényi kötelezettségünk ezt elfogadni, vagy pedig ez jó ezen? Igen, van törvényi kötelezettség, az elfogadás. Üdvözlöm a tisztelt képviselőtestület. Tehát akkor el kell fogadni. Az éves jelentést a belső ellenőrzésről a képviselőtestületnek az elszámadás alkalmával szükséges elfogadni. A néhány szóban kiegészítem az önök által megkapott írásos jelentést. Tehát a korábban előirányzott 17 belső ellenőrzési témából a Gödváros önkormányzata 2012-ben végül is 5 téma belső ellenőrzését végeztette el. Ezeket a belső ellenőrzéseket 2 külső szolgáltató volt, aki befejezte, illetve az alkalmazott belső ellenőrök is készítettek jelentést, de azok nem kerültek véglegesítésre. Az 5 jelentés, ami véglegesítésre került, a területekkel egyeztetett jelentés volt. És ez már általuk is elfogadott, és a belső ellenőrzés megállapításait is tartalmazó jelentéseknek a kivonata ez az éves jelentés. Én szívesen adok tájékoztatást ezekről a jelentésekről, ha önök ezt most itt igénylik. Természetesen lehet egy más alkalommal is ezt megbeszélni, de a törvény az úgy írja elő, hogy az elszámadás alkalmával kell a testületnek az éves jelentést elfogadnia. A lehetőség van az előző évek belső ellenőrzésére egy utóvizsgálatot is kérni, amennyiben a testület igényli, hogy egy bizonyos területen, ahol nagyobb kockázatok merültek fel, ott szükséges még egyszer megnézni ugyanazt a témát, hogy a hibákat kikorrigálták-e azóta az érintett területen. Erre van lehetőség 2013 évben. Értjük. Jogellenes megállapítás nem született a belső ellenőrzés alkalmával. Voltak területek, ahol problémák voltak, de olyan kritikus megállapítást nem tett sem az előző belső ellenőrzés, semmi, ami alapján feljelentést kellett volna tennünk. Tehát amilyen megállapításokat tettünk, azok egy jobb szervezettséggel korrigálhatók a működésben. Köszönjük. Köszönöm szépen. Főedző úr. Javaslom az elfogadást. Én is szerettem volna mondani, hogy tekintettel arra, hogy a polgármester úr vezetésével a pénzügyi osztályvezető asszony részvételével, illetve a belső ellenőröknek a részvételével a jelentéseket végignéztük, tehát bátran javasoljuk a képviselőtestületnek az elfogadásra, azzal, hogy a következő testületülésre a pénzügyi bizottság akkor tegyen egy tájékoztatót a konkrétumokról. Köszönöm szépen. Forró Gábor. Köszönöm szépen, az én javaslatom nagyjából ez lett volna. Tehát itt a 4-es számú napirendhez van a pénzügyi bizottságnak a külön anyagában az elfogadott határozat, amiben javasolja elfogadni a testületnek 3 igen egy tartózkodás mellett a jelentést azzal, és ezt a kiegészítést, hogyha gondolja a testület, akkor itt is be tudjuk hozni. A bizottság kéri az előterjesztőt, hogy a fent nevezett anyagot nagyobb terjedelemben részletesebb beszámolókkal kiegészítve a bizottság következő rendesülésére terjessze elő. És akkor elfogadjuk a törvényeknek megfelelően, illetve az előírtaknak megfelelően, és a jelentést újra át tudja nézni a bizottság. Jó, akkor erről a variációról szavaznánk. Elfogadás és a kiegészített anyag újbóli bemutatása. Köszönöm szépen. 5-ös napirend. Köztérületek ellenőrzésére és azok jelölésére szóló helyrendelet módosítása, előterjesztő Kármán Gábor úr. 76. oldal.
De addig, amíg esetleg az előterjesztő megérkezik, akkor, akkor Gábor, te mondod? Igen, parancsolj. Köszönöm szépen a szót. Ezt is tárgyalta a bizottság, elfogadni javasolta. Ez ugye, ez az előterjesztés arról szól, hogy megindult gőzerővel a kommunikációs Kft. Segítségével az utcanévtáblák és a házszámtáblák felmérése, rendbetétele, ugye arról is tudunk, hogy kampánya a házszámtábláknak a kiosztásáról, mivel ez már eljutott addig a szintig, hogy, hogy azt mondhatjuk, hogy mindenkinek módja, lehetősége, alkalma volt, van arra, hogy a házszámtáblákat itt rendbe tegye. Úgy ebben a rendelettervezetben ugye exaktum megfogalmazza a rendelettervezet, hogy ki a felelős a saját házszámának a kirakásáért. Most én annyit indítványoznék, és mert ez személyes indítványom, hogy, hogy ez, ez mint tervezet teljesen jó, meg tényleg el kell fogadni. Azt hiszem a szankcionálással várni kéne addig, amíg ez mindenkinek ugye tudatára ébred, mert ugye eljutottunk egy jó állapotig, most már innen csak úgy tudjuk javítani, hogyha a lakosság együttműködik ennek. Köszönöm szépen. Igen. Főjegyző. Igen, ez a rendelmódosítás nem is azt jelenti, hogy akkor mostantól kezdve büntetés fog megtörténni azonnal, hanem ez a potenciális lehetőséget teremti meg annak, hogy, hogy szankcionálás megtörténjen, mert az előző rendelet nem tartalmazott effektíve szankcióra való felhívást, illetve hát a polgármester hatáskörébe, vagy a polgármester hatáskörébe tette a ennek a feladatnak a végrehajtását, ugyanakkor pedig ez arról szól, hogy a magának a végrehajtásnak az ellenőrzését már nem a polgármester fog eljárni, hanem az ő nevében pedig én. Mármint a jegyző. Jó, a jegyző úr. Köszönöm. Hát gondoltam, annyit hozzáfelénk, hogy a módosítás lényegében az, hogy a hatáskör eddig az önkormányzatnál volt, és abban a körületek most akkor telepítjük, hogy operatívan tudjunk működni. Annyit a lakosságnak az elmondanánk, hogy ez alapján már születtek határozatok. Eddig ugye felszólítások, azok csak ilyen informális levelek voltak, tehát önkormányzati hatóságügyben határozatok születtek már, de ez még nem büntetés. Ez a személyre szabott kötelezés, és ez után lehet majd kikényszerítés. Köszönöm szépen. Köszönjük. Ha más hozzászólás nincs, akkor szavazzunk az elfogadásra. Köszönöm szépen. Hatos Göt PM Hivatal Szervezet és Működés Szabálytáról szóló ügyrendjéről rendelt megalkotása. Jegyző úr előadó 79. oldal. Köszönöm szépen. Különösebb hozzáfűzni valom nincsen, az anyag teljes körülön tartalmazza azokat a változásokat, amiket a napjaink törvényi változásai előidéztek. Ez a módosítás leképezi már a hivatal szervezetében megtörtént változásokat, a ismeres január 1-je óta a járáshoz került feladatok kerültek. Az SMS-ünkből lényegében egységes szerkezetbe foglalva korábban meglévő SMS-t és ügyrendet egységes szervezeti formában öntöttük. Ennek már volt egy első lépése a néhány testületüléssel ezelőtt a szintén törvényi változásnak megfelelően az elnevezést, a polgármesteri hivatalnak az elnevezését is megváltoztatta, a képviselőtestület lett, így lett a Gödi polgármesteri hivatal. És hát itt végül is az osztályok számának a csökkenését képezi le ez a az anyag teljes körülön tartalmazza az általános és különös feladatrendszert, a megváltozott munkáltatói viszonyokat. Tehát ez egy teljes körű, a törvényi változásnak megfelelő anyag került önök elé. További hozzászólások különösebben nincsen, az anyag mindent tartalmaz. Köszönöm szépen! Észrevétel kérdés, ha nincs, kérem szavazzunk. Köszönöm szépen, 7-es pont. Városrendelési hatástolománya 6505-ös HRS ingatlanra, 101. oldal, mert egy a másikat kivettük, a 3659/1-et. Főépítész asszony. Köszönöm szépen a szót. A 3659/1-es a kérelmező szándékainak megváltozása miatt került le a napirendről.
A 6505-ös helyrajzi számú ingatlanra viszont jó szívvel tudom ajánlani a városrendezési hatástanulmány elfogadását. Gödújtelep szélső házsorában egy használaton kívüli engedéllyel rendelkező karosszéria lakatos műhely céljára szolgáló épületben egy vállalkozó egy időszakos működésű speciális nyilászáró gyártó kisüzemet létesítene. Ő maga ott lakna az ingatlanon, 60 napon át üzemelne, és miután speciális nyilászárókat gyárt, az üzemet ellátná a speciális nyilászárókkal, amelyek a megfelelő hangátlással rendelkeznek. Maga a kisüzem jellegénél fogva sokkal kisebb környezeti terhelést okoz, mint az engedélyes tevékenység, azaz a karosszéria lakatosság, mert hiszen ez folyamatos gépkocsi forgalmat, állandó zajt jelentene, ez pedig csak egy időszakos és megfelelő hangátolt helyiségben történne. Tehát jó szívvel javaslom az elfogadást. Kérdések, észrevételek? Akkor most végül is nem lakatos műhely lesz, hanem ablakkészítés. Igen. De gyakorlatilag lakatos ablakkészítő, csak nem karosszéria lakatos. Mert ja, értem. Tehát lakatos műhely, de ablakkészítéssel kapcsolatos, és nem karosszéria. Jó. Lenkei György. Esettel kapcsolatban azért egyrészt meg kellene jegyezni, hogy még nem történt meg a tényleges adásvétel. Másodszorban, illetve ezt kell elsősorban megjegyezni, hogy agályos előírások vannak arra, hogy a zajszint az gyakorlatilag nem fogja zavarni a környezetet. Köszönöm szépen. Hogy érted, te ezt jelenti, képviselő, hogy aggályos előírások vannak arra, hogy nem fogja zavarni? Mit jelent ez magyarul? Akkor mondok másodikus jelzőket. Tehát, hogy nagyon precízen elő van írva, hogy milyen időszakban, hogyan, miképpen dolgozzon, hogy ne zavarja a munka a környezetet, egyetértve a főépítész asszonnyal. Ez a tevékenység lényegesen kevésbé terhel bármit, mint az eredeti karosszéria lakatosság. Rendben, de miért az aggályos? Tessék? Mi ebben az aggályos? Nem. Ez volt, hogy megzavart, igen. A polgármester úr karácsonyra egy értelmező szótát fog kapni a közösség. Köszönöm szépen. Jó. Jegyzőkönyvön kívül, de jegyzőkönyvön. És akkor végül is, amit itt Lenki úr említett, hogy még a tulajdonba vétel nem történt, mert akkor ez most úgy kéri, mint üzemeltető? Hogyha hozzájárulod a kormányzat, akkor veszünk. Értem. Jó. Akkor szavazzunk. Köszönöm szépen. Következő pontunk. Pályázati kiírás a szakácsül és a kincsem istálló hasznosítására. Mindkét terület helyzete ismert, hogy hosszú évek óta húzódik. Most teszünk megint egy próbát, hogy amennyiben akadna olyan beruházó, aki ebben fantáziát lát, és a városnak céljait is szolgálja az ő elképzelése, akkor esetlegesen próbálkozunk. Ha nem lesz jelentkező, vagy ha nem jön megfelelő, akkor át kell gondolnunk mind a két tekintetben a továbbiakat. Elsősorban a kincsem környékét, ahova a szobrot már készítetjük majd lassan, és hát a környezet pedig méltatlanul elhanyagolt. De még futunk egy kört. Forró Gábor úr. Köszönöm szépen, a bizottság tárgyalta a két ingatlannak a pályáztatását, vagy a hasznosítási pályázatát. Én azt javasolnám, mert a bizottság bizonyos észrevételket tette a kiírással kapcsolatban, és az anyagban is benne van egy kiírás, de azt javasolnám, hogy a most kiosztott anyagnak a negyedik oldalától kezdődően a két hasznosítási pályázat kiírás című részt vegyék figyelembe, mert ezen már az előterjesztő megfelelő módosításokat eszközölte. Jó, tehát ebben benne van, nevesítve, hogy melyiknél mennyi az az összeg, amit banki vagy dologi garanciaként
kérne az önkormányzat. Benne vannak a tevékenységre vonatkozó, tehát mit nem lehet, tehát milyen tevékenységre kizárt az üzemeltetésre való átadás. És még néhány módosítás, de ezt a jegyző úr nálam jobban el tudja mondani. Köszönöm szépen. A jegyző nem kell belebonyolni túlzottan, megvárjuk, hogy lesznek kérdések, mert itt szerintem a fő cél, a lényeg és a részletek is fontosabb persze, hogy mit kírunk ide. Itt inkább az a felmérésen a lényeg, hogy valaki akar erre egyáltalán, vagy van-e jelentkező, mert ha egyáltalán nincs, akkor... Igen. Ha esetleg még ennek alapján akad is olyan, aki ennek a kis módosításával jönne, akkor megyünk még egy menetet, és akkor segítünk abban, hogy akadjon esetleg, aki... Attila vagy Attila? A jegyző úr nyomta. Akkor így jó. Ne fussuk át részletesen, mert az a végtelenségbe vezet. A Halács Judit kérdez, aztán, ha lesz olyan kérdés, akkor majd válaszolunk. Lehet, hogy ez egy nagyon bagatell kérdés, de hol jelennek meg ezek a pályázati kiírások? Tehát mekkora kört tudunk ezzel elérni vajon? Na, majd korát akarunk. Te, igen. Ki válaszol erre? Hogy terveztük, hogy hol jelenik meg? Valaki válaszol. Helyi sajtó mindenképpen, de legyen akkor egy megyei legalább. Én azt gondolom, hogy nyilván, tehát pont egy, például egy lovas témában, én azt gondolom, hogy na, akár távolabbról is lehet. Lehet egy országos napilapban is meg lehet hirdetni. Akár, vagy... Bár ilyen térdelem, azért az nem 3 forint, de... Hát lehet, hogy oda inkább csak egy hirdetést érdemes, hogy... Teljes kiírás nem, igen. Hogy hol tekint. Nyilván az önkormányzat honlapján megtekinthető, és hogyha egy rövid hirdetést feladunk, akkor jó. Aki érdeklődik esetleg a kincsem istáló iránt, az akkor megtalálja. Rendben van, Rába Izita. Ugye a bizottsági ülésen tárgyaltán kezdtük ott a bizottsági tagunk testbizonyos javaslatokat, amivel nyilvánvaló módon egyetértek, és itt vannak a testület előtt, úgyhogy ezeket nem akarom részletezni. Ugyanakkor, amit szeretnék elmondani, hogy ugye, tehát azzal szemben semmiféle kifogásunk nincsen, hogy ezek a területek hasznosításra kerülhessenek adott esetben, hogyha valami jó cél érdekében, és a környezetet, az ott élőket különösebben nem zavaró módon valósulnak ezek meg. Viszont a szakácskert környékén ugye egyrészt maga a Húzaszemiskola, ami ott már működik, a kalandpark, ami most létesül, illetve ennek a kiírásnak a terve is azért a kedélyeket egy kicsit felborzolja, hiszen az ott élő lakóknak már így is elég sok kellemetlenséget okoznak a már működő és működésre félig meddig kész állapotban lévő létesítmények. Úgyhogy az ő kérésüket szeretném tolmácsolni annyiban, hogy amikor beérkeztek ezek a javaslatok, és amikor már döntésanyagkészítési szakaszban van, egy lakossági fórumon szeretnék, hogyha ők is megtehetnék az észrevételüket ezzel kapcsolatban. Természetesen. Köszönjük. Pintér György úr. Köszönöm szépen. Csak hogy mindenféle kontrollt próbáltunk betenni még hozzá, minél egyszerűbben azt szeretném jelezni, hogy van egy olyan mondat, hogy az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. Tehát ha bármilyen malőr, ami elvileg átmenne a előzetesen meghirdetett szűrőkön, de mégse szeretnénk azt egyszerűen minden jogi következmény nélkül el lehet utasítani, ez benne van. Tehát azt gondolom, hogy ez kellő védelmet biztosít az önkormányzat és a város számára. Egy dolog van, ami a bizottsági ülésen született döntés és javaslat, de a kiküldött anyagban, legalábbis a előttem lévőben, itt az ülés előtt kiosztott anyagban a harmadik pont a kikötéseknél, az utolsó előttinél egyfajta banki és vagy dologi garanciát írt elő az anyag. Ugye itt azt próbálta ezzel kivédeni, vagy azt próbáltuk ezzel kivédeni, hogy nagy Isten, valaki elkezd valami építkezést, és ott hagyja az egészet félkészen, és rosszabb állapotok alakulnak a végén ki, mint hogyha semmi se történt volna. És ott emlékezetem szerint a bizottsági ülésen ez 125 millió forintban lett a kincsemnél meghatározva. Úgyhogy ezt javasolnám a testület számára is, amennyiben más javaslat
indoklással együttben érkezik. Jó. Rávezetem. Határozati javaslat formájában szeretném, hogyha ez megfogalmazásra kerülne. Két variációban várom az észrevételeket és a véleményeket, vagy az, hogy eleve kihelyezett bizottsági ülésen történjen meg az értékelés, nem tudom, hogy ez mennyire szerencsés, vagy pedig miután megtörtént a bizottsági értékelés, de még mielőtt a képviselőtestület elé kerülne, tehát itt a kiosztott anyagnak a 9-es pontjában, ahogy az elbírálás menete, pályázatok értékelése van, a bizottsági és a képviselőtestületi ülés közé illeszünk be egy lakossági fórumot, lakossági meghallgatás célból. Tehát ez a második variáció legyen. Vagy lakossági fórumot, tehát ha beérkezett pályázatok elbírálása előtt lakossági fórumot tarthatunk azokról, amelyik igen, egy lakossági formát. Igen. De ilyen jellegű döntéseknél szoktunk is egyébként, szerintem volt ez ilyen. Annak idején a Pólus környékén is rendszeresen voltam. Igen, tehát volt ilyen, de beiktathatjuk, mert végül is semmi akadálya nincs. Jó. Igen. Igen, tehát aki a képviselőtestület elé kerül, a már bizottság által először. Hát ha lesz három. Ha lesz egy. Ha lesz egy. Ezt nem mertem mondani. Nem biztos, hogy nem szóval, nem azért kívülírásra. Nem. A kincsemnél semmiképpen. A szakácskerte vannak évek óta időnként megismételt elképzelések, de olyan irreális adatokkal, amit aztán azért nem is nagyon engedtünk a bizottságnál, mert irreálisak voltak a méretek vagy a számok. De most lehet, hogy egy reálisabban jelentkezik bármelyik, aki eddig megszondázta a városon. Forró Gábor úr. Köszönöm szépen. Kis félreértés van, akkor nézzük jó papírt. Tehát amit a ülés előtti anyag, amit a pénzügyi bizottság adott le, és annak a negyedik oldalán ott már szerepelnek a határozat alatt, szerepelnek ezek az összegek. Kincsemistálló esetében 125 millió, a szakácsvilla esetében pedig 20 millió forint egyfajta kaució vagy letétet feltételez, és benne vannak azok a korlátozások is. Tehát játékterem, diszkó és egyéb Gödi kertvárosi környezetet zavaró tevékenység kizárt. Én azt javasolnám, hogy ezekkel a változtatásokkal fogadja el a kiírást a testület, meg hát azzal nyilván, amit Rábai képviselő asszony mondott, tehát az a lakossági fórum, vagy lakossági jó bemutatás. Jó. És még annyit hozzátennék, ez a magánvéleményem, hogy járkál az ember az országban, azért ezt látja egyre inkább, hogy talán már az egészséges turizmusban is van pénz. Tehát lát valaki ebbe fantáziát. Ott az a Dunaparti rész, és hogy ott van most ez a kalandpark, ami szerintem az eddigi tapasztalatok szerint nem nagyon zavarja ott a lakosságot. Ezek itt, akár Törökmezőt nézzük, akár több helyen az országnak, most már egyre több vállalkozó fektet ebbe pénzt. Lehet, hogy egy valami hosszú távú megtérülés érdekében. De nekünk, a Dunaparti településnek az lenne a célunk, hogy az ilyenfajta turizmust emeljük, és ennek a számát növeljük. Mert hogy az nem hangzott el, hogy a szakácsvilla az nem csak szakácsvilla, hanem van ott egy ma működés, tehát ma nem működő csónakház is, ami elég nagy luxus itt a Dunaparton, hogy működésképtelen csónakházak álljanak, amikor is a kajakozás, kenuzás, meg az egyéb elvezés is ugye most a reneszánszát éli újra. Köszönöm szépen. Hát inkább azt mondanám, hogy van ott egy faépület, amit csónakháznak nevezünk időnként, de konkrétan a csónakházsághoz sok köze nincsen szerintem, mert nincs a Dunára lejárója, nincs leengedője, ez egy végül is egy üres faépület, egy meglehetősen 50 éves vagy 40 éves, nem túl jó állapotú faépület. De van egy ilyen, amit úgy szeretünk hinni, hogy a csónakház, mert ott van a kerítés szerint, amihez közel van a víz. Tehát, igen, amúgy a megközelítése a csónakokkal és egyébben is nem egy ideális csónakházi helyen van. Rábai Zita.
Persze, tehát teljesen egyetértek, hogyha már itt vannak ezek a területek, akkor legyen hasznosítva, és úgy, hogy a gödélyek használhassák őket. Tehát nem is ebben van a vita. És szerintem, akik ott élnek, ők sem ezt vitatják, csak az, hogy mi ezt így elmondjuk, hogy ó, nem lesz ott semmiféle zaj meg probléma, ez nekik azért ennyire nem megnyugtató. És nyilván, aki ott lakik, vagy ott lakna, ő is így gondolná, hogy szeretne erre bizonyos garanciákat. Én jártam ilyen kalandparkokban, de azok teljesen kint voltak a várostól messzire. Például a Miskolc-Tapolcán van egy ilyen, ahol semmiféle lakókörnyezetet nem zavar. Ugyanakkor nincs különösebb forgalom, azt is hozzáteszem, mert többször is jártam ott lévén, hogy onnan származom, és a gyerekeket elvittük oda többször, tehát óránként 2-3 mellék, hogyha megfordult. Pedig az egy nagy, igazán nagy kalandpark. Tehát én magam nem gondolom azt, hogy itt tömegesen lesznek, ráadásul tartósan, hosszabb időn keresztül, bár úgy lenne. Viszont akik ott élnek, nyilván aggódnak amiatt, hogy nekik itt esetleg abból, hogy fellendül itt, ami nekünk egyébként a városnak, meg a város többi lakójának érdeke, hogy ott valamiféle mozgás elinduljon, és a hasznosítása, akik konkrétan ott laknak mellette, őket viszont akasztja bizonyos módon. Nem megakadályozni szeretnék, hanem azért kérik a lakossági fórumot, hogy az ő érdekeik is valamilyen módon érvényesülhessenek. Amit még mondani szerettem volna, én úgy értelmeztem elnök úrnak a szavait, hogy elfogadta tulajdonképpen a javaslatot. Tehát, hogyha ő ezt befogadja itt az előterjesztésbe, hogyha ő az előterjesztő, akkor nem is kell erről külön szavazni tulajdonképpen. Így van. Ez csak a szakács, igen. Én azért azt gondolom, hogy a másikhoz sem van a butaság. Hát igen. Szerintem mindkettő, hogy legyen lakossági fórum. Persze. Sőt, hát a... Még ne, a kincsem körül még nem... A pályázatban nem kell beletenni, csak külön akkor hozzá. Még nem kell tenni sem. A másik annyiban, hogy viszont a pályázókat elvárnák, hogy a fórumokban nem tudják róla, vagy nem, akkor viszont nem állt, hogy be tudják naptározni. Bocsánat. A lakossági fórum szerintem semmi baj nincs, ez a pályázókat különösebben nem kell, hogy korlátozza. Tehát sokkal erősebb szűrő a bizottság meg a testület, amelyik dönteni fog. A lakossági fórum egy véleményt nyilvánító fórum, ahol elmondanak a dolgokat, amiket a testület aztán vagy méltányol 100%-ban, vagy részben, vagy sehogy. Hát alapvetően nem a lakosság dönt majd, hanem a testület, hiszen az általában a lokális érdek mindig ütközik, vagy sokszor ütközik az egész város érdekével, és nem lehet teljesen mondjuk egy vagy két lakó érdekét venni 100%-osan. Figyelembe kell venni, és ha méltánytalanság éri, akkor azt természetesen nem tesszük meg, vagy orvosoljuk. De a döntés nem ott van, hanem itt, meg a bizottságoknál. Pintér György úr. Köszönöm szépen, csak egy technikai dolog itt a 9. pontban kipontozva maradt, hogy a bizottsági értékelés legkésőbbi időpontja, nem tudom, augusztus mennyi, miközben ott a testületi, nyilván a testülethez igazodva a bizottságot ne korlátozzuk oda-vissza, gyakorlatilag kiszedjük ezt a sort, semmivel se lesz gyengébb a kiírás. Igen. Jó. Főépítés. Környékben lakó szeretném jelezni, hogy mert közvetlenül szembe lakom a szakácskerttel, korán sem egységesen panaszkodik a környékbeli lakosság a jelenlegi állapotokra. Csendrend és nyugalom van az alsó részen, nyilván az iskola valamilyen szintű zajjal jár. Ezeket a panaszokat azonban a bizonyos Kucsér-Vécsei és Tompa utcai útépítés megoldaná, tehát mindenképpen azt javasolnám, hogy afelé törjünk ki, hogy az a út megépüljön, mert hiszen földút egy része. Jó magamat egyébként pontosan az egyik lakossági tiltakozó szokott zavarni, mert 60-nal döngett el a házam előtt a földúton, és olyan port ver, hogy nem lehet látni 20 méterre. Úgyhogy nagyon nem egységes a lakosság, sokan örülnek a jelenlegi állapotnak, mert hiszen mind az úttal egy távol, mind az hajléktalan szálló az nagyobb zavart tudott okozni esetenként. Köszönöm szépen. Igen. Jó, köszönöm szépen. Akkor végül is mindenki elmondta, és egyet is értünk abban, hogy oda kell figyelni, hogy a környékünknek ne okozzunk problémát. Akkor szavazzunk a kiegészítésekkel, meg a befogadott javaslatokkal együtt az egész elfogadásáról. Köszönöm szépen. 9. pontunk az a Budaszem iskola, amely végül is a tábor környékének inger küszöbét megemelte olyanra, hogy most kell foglalkoznunk a kalandpálya napi 2 látogatójával.
mert egy szóra az a visszatérve a kalandpálya odatér, hogyha valaki három gyerekkel elmegy a kalandpálya, és ott tölt két órát, akkor egy 20-as kikívánkodik a zsebéből simán, mert nem egy olcsó mulatság kalandpályák, amelyik a török mezőjén vagy akár amelyiken ott komoly összegeket el lehet tölteni. Tehát azért nincs olyan nagy látogatottság. Budaszám általános iskola 2013 támogatása, 118. oldal. Az iskola, Budaszám iskola az nem ment el az EIKU-rékhoz, az áll a saját lábán, ugye? Így módon az egyik legközelebb állóhoz, állási iskola. Hogy hozzánk legközelebb levő városi iskola, Budaszám iskola. Kinek van ebben szükség? Romácsulit? Nekem két ilyen pillár is, vagy nem tudom, minek nevezzem, megjegyzésem van. Az egyik a megállapodás első oldalán, a második pontnak a mondata az értelmetlen. Tehát, hogy második pont? Második oldal? Pont, első oldal, alján van egy ilyen, hogy második pont, az iskola vállalja kezdetű. Kiemelten vállalja a semmit. Különösen az, hogy illetve a római katolikus egyház tanítása és a piarista rend szellemiség és belső szabályi által meghatározott cél és feladatrendszere, melyeket a stratégiai dokumentumok tükröznek a piarista iskolák. Tehát, hogy ez hol van ez? Ez így a két gondolatják. Miközönnek a Budaszemhez? Ez így. Tehát, hogy én ott a feladatrendszer után ezt az egészet onnantól kihúznám a kötőjel végéig. Tehát, hogy feladatrendszerrel gondolatjel a szokásos módon működteti, annak még volna értelme. Azt most azt, hogy a stratégiai dokumentumok tükröznek-e, vagy nem tükröznek, hát... Na, szóval ez jó, mert ez így nagyon... Nagyon értelmetlennek tűnt. A másik pedig a második oldalon, a hetedik pontban a második kis kockás bekezdésnél van, tételesen feltünteti a tagintézmény költségvetésének teljesülését. Én azt gondolom, hogy ez egy intézmény, nem egy tagintézmény. Nyilván ez még a verőcés időből, vagy a kolpingos időből lett úgy átmásol, vagy ott maradt a tagintézmény. Máshoz a fizet, igen, köszönjük. Azt hittem, hogy a stiláris probléma az a nullás száma lesz, hogy esetleg több nulla kéne. Lehetne, de én így is azt gondolom, hogy, tehát, hogy lényegesen emelkedett a támogatás az előző évihez. Ugye most nem egy diákok száma alapján, hanem valami fix összeg. Nyilván azt gondolom, hogy ez egy megállapodás alapján született ez az összeg. Gondolom az iskolába csak örülnek, hogy több pénzt kapnak. Remélem, hogy a saját intézményeinket, vagy a volt saját intézményeinket is fogjuk támogatni ilyen. Vagy nem ilyen mértékben, de olyan mértékben, amit megengedhetünk magunknak. Jó. Atyi Nagy Attila. Szerkesztés ördöge, én voltam. Egyébként több a gyerek is. Tehát ugye igen, első osztályok is létszámokat, az újabbak feltöltöttek, és a gyerekek, gödiek száz arányos egy picikét növekedett. Tehát az, ezért is van ez a szám. Igen, látom, hogy jön. Jó. Más kérdés, észrevétel? Ha nem, akkor nincs, akkor szavazzunk. Köszönöm szépen. 10. pont. Gödi polgármesteri hivatal alapító okiratának kiigazító módosítása. Aljegyző úr. Igen, megint csak eszkuzálnom kell magam. Főjegyző úr utalt rá, hogy a hivatal nevét változtattuk néhány üléssel ezelőtt, hogy ez az alapító okiratot módosítottuk. Sokkal gyorsabban változnak a jogszabályok, mint én követni tudom őket. Ezek szerint egy-két apró terminológiai hibát találtak az államkincstárba és visszadobták. Ezeket tükrözik gyakorlatilag egy-két szó, ez az, ami az olvasható, szerintem az előterjesztés magáért beszél. Tehát kvázi technikailag tekinthető ez a szavazás. Köszönöm szépen. Jó. Ha nincs kérdés, akkor szavazzunk a kiigazításról. Köszönöm szépen. Kovácsik Tamás úr, szavazzon. Tulajdonosi hozzájárulás a felsőgödi csónakház elektromos hálózatának kiépítéséhez 128. oldal. Kovácsik Tamás előterjesztő.
Köszönöm szépen, az előterjesztés arról szól, hogy a felsőgödi csónakházat bérlő szeretné bevezetni az elektromos áramot a csónakházba a saját költségén, mint azt a szerződésben is rögzítettük, de ehhez tulajdonosi hozzájárulás szükséges. A felszerelt villanyóra természetesen az önkormányzat tulajdonába kerül. Kérem a testületet, hogy szíveskedjen tulajdonos hozzájárulást megadni ehhez a művelethez. Köszönöm. Igen, kérdés, észrevétel. Szavazzunk. Köszönöm szépen. 12-es településnév használatának kérelme, 130. oldal. Balcsi Tamás szintén, az előbbi az hasonlóan. Köszönöm. A következő kérelemmel fordult a felsőgödi csónakház bérlője a testülethez. Ő szeretné a logóján Dunaparti Göd csónakház feliratot használni. Ehhez kérte a testülettől a gödnév használatának lehetőségét. Itt a Városfejlesztési Bizottság javasolta, hogy tekintettel arra, hogy kettő csónakház van Gödön, egy alsógödi és egy felsőgödi. Javaslatunk az lenne, hogy a logón a felsőgöd felirat szerepeljen, hiszen ha alsógödi csónakház is szeretne, akkor a megkülönböztetés jegyében így lehetne ezt megvalósítani. Alsógöd 1-2, mert alsógödön 2 van, ezek szerint előbb beszéltünk róla, hogy a szakácskertben is van egy. De nem, azért lehet. Szóval a javaslat az volna, hogy Dunaparti csónakház felsőgöd. Igen, hát ez viszonylag egyszerű kérdés, észrevétel, kérdés hozzá. Szép a logó. Igen, kivéletlen, nagyon jó. Ízléses, igen. Igen. Szavazzunk, hogy elfogad. Milyen színű, igen, ez lényeges lehet, igen. Milyen színű, ki tudja? Hát egyes színek kizárva. Bizonyos színek kizárva. Tehát olyan színű, amilyen. Valószínűleg milyen lehet. Hát kék lehet. Kék valószínűleg, kék, igen. Kék adja magát, igen. Jó, azért rendben van. Szavazzunk az elfogadásáról. Megadásról. A felsőgöd. Igen. Hát nem tudom, hogy felsőgöd, mert felsőgöd mind olyan nem létezik. Göd felső van. Hát vasútállomás van, de hát azokra nem nevezünk el semmit vasútállomásokról. Település hát, rész. Például gyakorlás. Dunakeszi, gyártelep. Milyen van Dunakeszi? Gyártelep. Gyártelep, arról mondjuk nem szokás elnevezni. Tehát ez, mert felsőgöd nem létezik, mint kategória, ilyen értelemben, elnevezésben. Nem, de nem, mint csónakház. Település rész miért ne létezne? Azért, mert nem definiáltuk, hogy ilyen létezik. Hát nincs ilyen meghatározási felsőgöd, most már. Mint egyesült a két település, ott a Göd van. Nincs külön felsőgödi település, alsógödi település. Gödön belüli kerületeket ki lehet. Polgármester úr, ha megkérdezne, hol laksz, azt mondod, hogy... Nem azt mondom, hogy sosem mondom, hogy felsőgödön lakom. Gödön lakom. Még sohasában nem nyilatkoztam, hogy én felsőgödön laknék. Miskolc-Szaporcs egy különálló része, azért mindenki azt mondja, hogy Tapolca, nem Miskolc-Szaporcs. Ahol vannak ilyen hagyományos régi városrészek, azt is úgy fogják mondani. Jó, jó, jó. Csak más egy elnevezés. Tehát, hogy... Ja, Tabás, egy Budapest, igen, igen. Az meg Budapest lesz. Jó, mindegy, csak mondtam, hogy ez elvileg nincs tisztázva, a Bertáni parancsa. Bertáni felépítés. A felső Gödön sokkal patinásabb név, mint a Göd felső. És szeretnék én is emlékeztetni, hogy attól, hogy településrész valami még használatos a neve, a Budapesten elmegy, az ember azt látja, hogy Hermina mező, Újlipotváros, Ferencváros, stb. Ezek vannak kiírva az utcanévtáblán. De azok hivatalos dolgok. Ne, a Hermina mező például nem. Tehát az ugyanúgy településrész, mint Felsőgöd. És az nagyon patinás név a Felsőgöd. Nem titakozom már, ne csak mondom, most jogilag, egy adott elnevelésben nincs ilyen. Jó, hát meg. Ezek nem? Göt harmadik kerület búcsa. Igen. Melyiket? Jó, legyen Érke Major.
Most is körben állják az ingatlan hirdetéseket, nézd csak meg. Jó. Kicsit másról beszélünk, de mindegy. Tehát akkor megszavaztuk már, vagy még nem? Megszavaztuk. Tehát használhatják a göd, felső göd. Felső göd. Használják. Dunapart felső göd. Igen, igen, igen. Mert így egyértelmű. Hát ez, igen. Ezt mondok én, az Ahorán úr is megmondta, hogy ami följebb van, arról folyik a víz, és azért van az, azért felső göd, mert a víz annól nem folyik lefele. Igen, mert a föld, mert a föld arra lehet a földgömbé. Azt mondja, hogy következő napirendi pontunk, ja, 13-as kivettük, azt javasolta az előterjesztő, 14-es Gödi 26.90/9 HRSZ ingatlan értékesítése, Pesti út 95. Ez a szomszédban levő sárga színű családi ház, amit megvásároltunk akkor, amikor a főtér pályázattal kapcsolatos előkészületek voltak. Jó drágán vásároltuk meg, akkor annyi volt az ára, és igazából feleslegesen állít, mint vagyontárgy. Ugyan bérbe volt adva, de nem volt túl sikeres a bérbeadás, mert nehezen teljesültek a bérlő részéről elsőbben a fizetési feltételek. És nem tudom, rendezték már? Folyamatban van, igen. Eddig is folyamatban volt, csak egyre nőtt. Most már csökken, igen. Hogy értékesítenénk, itt ugye az a csapda, hogy azon az áron, amin vettük, azon nem lesz egyszerű, de azon kell, mert hiszen a vagyonvesztést nem kellene. Ugye, ilyen értelemben, bár minden egyes ingatlan vagy értéke ezen a bizonyos válság alatt azért jelentősen csökkent, tehát ez objektív, nem rajtunk állók, de értékesíthetnénk, mert itt vannak azért olyan váratlan kiadásai a városnak, amiket meg kell tenni, és a forrás oldalon pedig nem nagyon akad plusz forrás. Tehát erről szól, hogy akkor azért meghirdetjük ezt, vagy kell valakinek, vagy nem. Speciális helyen van, elvileg üzletileg is jó helyen van, tehát akár lehetne miatt is jelentkező. Rába egy Csak annyi a kérdésem, hogy ez most sürgős? Tehát, hogyha most nem sürgős eladni, azért mostanában nem nagyon szoktunk. Hát nem sürgős, meglátjuk. Tehát ha azon az áron, ami reális, megveszik, akkor miért ne? De ha meg nem, akkor megvárunk vele. Tehát nem fogjuk áron előadni, de megnézzük, hogy van egyáltalán érdeklődő. Biztos, hogy egy házeladást mai világban évekig kell hirdetni, mire akad elő. Tehát nem lehet valamit eladni egy hónap alatt, vagy két hónap. Költség megáll a gondolat. Normál. Hát a korrekt áron. Ha nem jön a jelentkező, akkor nem jön. Ha meg jön, akkor tárgyalunk vele. Rába Izita? Akár kétszer és háromszor is. Akkor végül is szavazunk. Be van tervezve a költséget és a bevételek között egyébként. Úgyhogy nem egy mostani kósza gondolat, hanem igen, tessék nyomni valamit, ami jól esik. Köszönöm szépen. Én meg sem nézem, hogy mit nyomott képviselő asszony. A következő lenne EU önerő alappályázatának benyújtása, 48. oldal, osztályvezető asszony. Nem mondja, miről van szó. Visszanemtérítendő támogatásként. A pályázathoz kapcsolódóan 10.487.000 forint önrészt kell biztosítani, és lehetőség van arra, hogy ezt az önrészt egy önerő alapból megpályázzuk, amit 5 év alatt kell visszafizetni, kamatmentesen, költségmentesen kapja az önkormányzat. Itt a projekt zárása és a fenntartási időszak közötti időszakban szükséges a visszafizetés, tehát mindenképpen célszerű lenne ezt a költséget megigényelni. Igen. Alapvetően nem egy nagy pénzről van szó, és végül is ezen a nagyon nagy haszon nincs, hiszen ez gyakorlatilag egy hitel, ami tehermentes, de miután most több olyan dolgokba is kell fordítanunk pénzt, amit mi vásárolunk, ezért forrásokra szükség van eltolni ezt a bizonyos kifizetést, ha van erre mód, és ez ingyenes. Lavács Judit. Igen, nyilván, hogy ennek költsége, azt látom, hogy minden nincsen, tehát
effektíve, ha cserébe a saját pénzünket a bankszámlánkon tartjuk, akkor abból legalábbis valami kamatnyereség származhat. Azt szeretném kérdezni, hogy ez arányban áll-e azzal a nem tudom mekkora macerával jár ezt igényelni, aztán nyilvántartani, aztán nem tudom fizetgetni, vagy ez nem egy akkora ügy, hanem csak beadunk egy, tehát hogy nem egy pályázatot kell írni, mint mondjuk az óvodához, hanem csak egy igénylést beadni, akkor nyilván támogatható, de ha kifizetünk egy pályázatíró cégnek ezért többet, mint a kamat, akkor nyilván nem éri meg. Hát éri 5%, 2 millió forintokkal számolva. Jó, rábajzít a... egyszerűen majd ad választ a Júlia. Ha. Ez természetesen, mert ezt adják, tehát ezt el kell fogadni. Én nekem annyi kérdésem lenne, hogy és sajnos elfelejtettem az elején jelezni, hogy szeretném kérni, hogyha van információja az önkormányzatnak az elkövetkező időszakra, 2014-20-as pályázati időszakra vonatkozóan, hogy azok hogy állnak, már elkészültek a tavalyi év végére a megyei terület, vagy hát a megyei fejlesztési koncepciók, tudni lehet azt, hogy nem, tehát a regionális operatív programok hogyan változnak megyékben, gondolkodik az új terv, hogy részt vettünk ebbe a tervezési folyamatba, milyen folyamatok, változások várhatók, milyen fejlesztési irányok, tehát hogy erről nem most természetesen, hanem mondjuk a következő ülésen valamiféle tájékoztatót polgármester úrról, vagy aki érintett a testületből kaphatnánk? Hát ezzel kapcsolatban voltak adatszolgáltatási kérések, tehát ezt megtettük a megyefele is, elsőbb a problémáinkról, tehát ilyen az iskolaépítés, amiről az előbb beszéltünk, ilyen az, hogy ebben a régióban nem nagyon jutottunk pályázati lehetőséghez, a termást adott illetően, tehát ott, ha van erre mód, akkor be segítsenek. A pályázati lehetőség esetleg a nevelek felzárkóztatására, ami szintén fog terhelni a városon jelentőset, akkor az üdülőnek a megszerzésében tettünk lépéseket, ez nem közvetlenül ezt kapcsolódik, de azért mégis egy jelentős esemény lenne, ha sikerülne megkapnunk, bár nagyon nehezen mennek a hivatalos folyamatok. És hát sok, hát az útépítések kérdése, hogy az úthálózat viszonylag sok hiátussal bír, de ezekre semmilyen pályázati lehetőség nincsen. Tehát a belső utakat valószínűleg nem is lesz. De ezek a fő problémák, mert a fő utakat úgy, ahogy a közütkezelőn, mert csak úgy, ahogy. Mert azért az Adi Endre utat, vagy a Duna utat azért időnként nem ártana, hogyha rendbeszedné, mert tele van foltokkal, lukakkal. Tehát ezeket elmondjuk, milyen problémáink alatt, milyen irányokat kéne, ezekre valószínűleg nem lesz. Most ezen túlmenően nagy fejlesztés, ugye intézmények hálózatban csak, és ha a város tovább nő, akkor szükség lesz még iskolára, akár még óvodára is. Mert azért most is magánóvodákat veszünk igénybe, még a új óvoda megépülte után is lesz erre szükség, és ha tovább nő a lakosság létszám, akkor óvodát is kell építeni, de az oázisba kellene, ahol területileg elosztaná a terhelést. Ilyenekről. Hát, hogy aztán mire tudunk majd pályázni, de igyekszünk akkor ezt a témát jobban kezelni. Szerintem bizottsági szinten kellene megkezdeni, ennek a Városvezetési Bizottság szintjén kellene ezzel a témával komplexen foglalkozni. Kérem képviselő azt mondta, hogy mit tudom, lehet látni, hogy általában az ismeretei előbb vannak, mint a milyenki, úgyhogy akkor ebben segítsen, hogy ez legyen ez. Legalább irányok, hogy merre érdemes. Ja. No. Hát igen, hát óvatartan, hogy aki ilyen témában foglalkozik civil életében is, az messzebbre lát ebben, előtt tud be dolgokat, vagy akár csak szándékokat, ami mielőtt az megjelenik hivatalos formában. A megyék is keresik a saját dolgaikat, hogy mit csinálnak egyáltalán, azt lehet látni, hogy olyan nagyon nem buzog azért ott most még, mi a teendőjük, hát a fejlesztésekben gondolkodni, de az meg pénz kell. Úgyhogy, hát és aztán abban is majd itt kell gondolkodnunk, hogy a saját forrásaink hogy fognak alakulni a következő években, ebbe lehet látni azért nem túl pozitív vonásokat is. És ahhoz, hogy pályázhassunk, a saját források is kellene, hogy mindig többbe kerül, hogy ezt miből fedezzük, akkor... No. Tehát akkor ezt a pályázatot szavazzunk, hogy benyújtjuk, miután valószínűleg kis macerával jár, és ez a macerát elvézi a meglevő munkaerő, tehát erre nem kell plusz pénzt fordítani. Igen? Nem? És akkor most azt köszönöm szépen, azt javasolnám, hogy egy 10 perc szünetet tartsunk, mert ülünk itt másfél órája, azon kívül jól is haladtunk, és eleve fél 11-re gondoltam, hogy legyen egy kis fölállási lehetőség. De nem volt semmi.
erőszak, hogy... Akkor folytatnánk, hogyha képviselő úr elengedné a hölgy. Et. Kovácsik úr. Jó, akkor 16-os napirenddel folytatjuk. Gödi. Hulladék gazdálkodási non-profit Kft. Alapításon a 149. oldal. Igen. A előterjesztő én vagyok. Ugye a folyamat már egy jó ideje elindult, és most értünk odáig, hogy a határidők miatt döntenünk kell a Kft. Megalapításáról. Alapban ismert, hogy a településátó szerver keretén belül eddig folyt hulladék gazdálkodási tevékenységet egy külön Kft-ben végeznénk, ezentúl nagyjából az azonos személyi állománnyal, Hetényi Tamás úr, mint a TESZ eddig igazgatója, ezt nem talán már június 31 vagy július 31-jel, ott megszűnne igazgatóként, és utána a hulladékgazdálkodási Kft-nek lenne a ügyvezető igazgatója. Ami változás az eddigi megbeszéléseinkhez képest, hogy Hetényi úr továbbra is, tehát nem Kft. Igazgatója lenne, de most nem végezne ott munkát egészen decemberig, mint gazdálkodási, hulladékgazdálkodási tevékenységet, hanem a TESZ-ben továbbra is maradna alkalmazva erre a 6 hónapra. Ez azért jó, mert mintán a tevékenység még a TESZ-ben van az év végéig, akkor ott legyen a vezetője is, és ne egy másik cégből irányítson át egy másik cégbe, tehát ez így praktikusnak tűnik. A egyéb kondíciók azokat nem érinti, de december 31-ig kettős alkalmazása van a TESZ-ben, mint egy műszaki igazgatóhelyettes vagy műszaki vezető intézi csak a hulladék gazdálkodás, és közvetlenül a leendő igazgató beosztotja, tehát a hierarchiában egy külön ágat képvisel, és egyúttal ügyvezető, Kft. Ügyvezető is, ahol nem kap bérezést. Itt kapja a bérezést ebben, de természetesen a Kft.-ben addig szükséges szervezési, jogi vagy üzletkötési, engedélybeszerzési tevékenységet párhuzamosan végzi. Igen. Ami változás még szintén az eddigiekhez, elsőbben a szenzélyi képviselőknek mondanám, hogy a Kft. Ügyvezetésében úgy gondoltuk itt, hogy több egyeztetés után, hogy célszerű lenne, ha két ügyvezető lenne. Ez nem jelentene pénzügyi többet kiadást, mert a meglevő csoportvezetőt bíznám meg egy ilyen feladattal is. Ez arra azt a célt szolgálná, hogy a Kft.-ben az utalványozások, szerződéskötések és egyéb kifizetések két személy aláírásához kötődjenek, együttes aláírásához. Ez nem bizalmatlansága Tamással szemben, hanem egy biztosíték arra, hogy így ugye jobb döntéseket lehet hozni, illetve több szem többet lát elven, illetve kettős felelősségvállalás van az egyes szerződések megkötése vagy kifizetések tekintetében. És amikor egyik ügyvezető mondjuk éppen szabadságon van, vagy egy évben jelentős mennyiségű szabadság jár már idősebb korban, akkor az legyen, aki ott konkrétan az operatív munkában helyettesíti, hiszen a szemétszállítás az napi feladatot jelent, minden nap lehet probléma, minden egyes reggel lehet intézkedni való tevékenység. Ezen túl beszélnünk kell még, ezek az alapok. A tevékenység körben itt azt hiszem lesz majd még kiegészítés, hogy esetleg föl kellene most még venni valamit, amit ha nem is végeznek most rögtön, de később célszerűen, ha csinálnák, illetőleg a felügyelőbizottságot is meg kellene jelölnünk, mert ez kötelező az alapításnál jelenleg. Azt hiszem, hogy ez az összeghatáron, ami ott van, az azt indokolja, hogy nem azt teszi kötelezővé, hogy három fő legalább legyen, lehetne több is, 200 millió forint fölött, ha jól tudom, több személyt, nagyobb létszámot kell alkalmazni, vagy lehet többet is,
de alatta minimum három főt kell, kötelezően három fős felügyelő bizottságot kell. Itt ez nem bűsíti, mert logika lett teljesen, hogy mi kell, meg mi nem, de tény az, hogy három főt meg kell jelennünk a felügyelő bizottsági tagságban. Én érdeklődtem a környéken, hogy ez hogy történik más városok Kft-nél. Különböző módokon oldják meg, van mindenhol felügyelő bizottság, elsősorban a béledésük érdekelt, hogy mennyit kapnak, amit én gondoltam, hogy nagyon kicsi volt ahhoz képest, amit máshol fizetnek, de egy kisebb összeget azért, egy kicsivel többet azért adhatnánk, ami még nem olyan nagyon kevés, de nem is verik ki a biztosítékot. És a cégeknek sem okoz olyan nagyobb problémát egy évi, mondjuk 1-1 millió forintos. Azért mondok cégeket, mert a felügyelő bizottságot a kommunikációs kártyán is meg kellett már volna jelölnünk, ezt múltkori testületülésen elkezdtük, akkor megakadt a folyamat, most esetleg betehetnénk egyszer, és akkor szabadnánk az összes felügyelő bizottsági tagról. A felügyelő bizottság kap egy kis pénzt mindenhol, vannak olyan városok, ahol ez mondjuk 130 ezer forint per fő, havi. Van, ahol sokkal kevesebb, én azt gondolom, hogy itt nálunk ez lehetne olyan tagonként 20 ezer forint és 25 az elnök. Ez messze nem olyan magas összeg. Azt figyelembe kell venni ezeknél a dolgoknál, hogy a felügyelő bizottságok tagjai és elnöke személyes vagyoni felelősséggel tartozik az adott cég működéséért. Tehát ez, ha az adott cég mondjuk olyat csinál, ami nagyon törvényellenes, akkor ők ezért felelnek anyagilag is. Ilyennek nem kell előfordulni, nem is fordul elő, nem szokásos, hogy előforduljon, de ezt tudni kell azért, hogy azért jár valami, mert egyrészt oda kell menni, mert van benne egy kis munka, másrészt meg felelőssége van. Tehát ez nem egy ingyen pénz, hanem egy felelősséget is jelent. Ezek az alapok, az anyag itt kiosztásra került. Először beszéljünk csak a Kft. Technikai dolgairól, ha van valakinek kérdés, és aztán akkor én elmondanám, hogy mi a kialakult javaslatunk, hiszen múltkor már ezt elkezdtük a felügyelő bizottságok tagsági összetételére. Forró Gábor úr. Köszönöm szépen a szót. Én itt a tevékenységi köröket nézem, és két dolgot hiányolok belőle, előbb az egyikre már kaptam választ, hogy a szelektív az ilyen módon benne van. Én arra gondoltam, hogy még ha jelen pillanatban ilyennel nem is foglalkozik a Kft., de a szelektív hulladékgyűjtést és a zöld hulladékgyűjtést és átalmatlanítást azt vele kéne venni még, amennyiben ezek alá a teáor számok alá ezek nem tartoznak. Köszönöm szépen. Igen. Más? Labácsolit. Nem közvetlenül ez az alapítókirathoz tartozik, de amúgy azt gondolom, hogy érdekes, hogy akkor az a terv, hogy megalakul ez a cég 3 milliós törzstőkével, és egy ideig még a TESZ végzi ugye a magát a tevékenységet. Év végéig, és akkor átkerülnek, gondolom, a gépek, a munkavállalók, minden egyéb is ehhez a céghez. Uh-huh. Igen, azért javasoltuk azt, hogy pénzben legyen meg a 3 millió törzstőke, mert akkor az idei, a Kft-nek idén is lesznek működési dolgai, valamik, nem sok, de lesz, és akkor azokat ebből lehet fizetni. Tehát, mert ha a gépeket vinnénk át, akkor ez így bonyolultabb, másrészt van valami illetékkötelezettség, ha gépeket adsz át aportként, és ráadásul azokat nem tudod a folyókiadásokra fordítani. És akkor decemberben megtaláljuk majd a módját, hogy milyen módon kerülnek át a tesztől a városi tulajdonú járművek, egyebek, a szintén városi tulajdonú Kft-ben mégül is. A gépkocsi átolalanya az most rendben van. Itt vannak azért apró kérdések, hogy a megosztás révén a maradék karbantartói tevékenység felszereltségébe kell-e valamit vásárolni, mert ugye valószínűleg vannak olyan dolgok, amit nem lehet ketté válni, és mindkét cégnek szüksége van rá, és legjobb, ha most kell külön válik, és nem függnek egymástól közvetlenül. Csináltattunk sémákat arra, hogy milyen szervezeti fölépítés van, milyen ugyanaz gyakorlatilag, mint most, tehát azért csoportvezető, csoport, sofőrök, némi karbantartás, műszaki dolgok, hogy kik kerülnek át, kik nem kerülnek át, a dolgozók nagy többség átkerül, egy-két fő van, ahol esetlegesen még alakul, de alapvetően nem lesz nagyobb létszám, sőt inkább kisebb létszámmal fogják ellátni ugyanezt a feladatot. Egyes dolgokat valószínűleg külső, nem tudom, könyvelés ilyenekben, hogy hogyan lesz majd megoldva. Minden esetre oda fogunk figyelni, mert felgyöbbültség is lesz, illetőleg hát a kettős ügyvezetés is biztosítja azt, hogy flottul menjenek a
dolgok. Ez a tevékenység a lakosság szem előtt zajlik, nagyon érzékeny. Azt lehet látni, hogy a polgárok a szemétszállítás díjára kimondottan érzékenyek, hogy az most 25 ezer forint vagy 28, ez nagyon pedig hát ez egy éves díj. Problémát jelent majd, vagy jelenthet az, hogy a rezsicsökkentési folyamatban a szemétszállítások díját majd csökkenteni kell, méghozzá a tavaly április 29-e vagy mikori állapothoz, 24-i állapothoz képest plusz a 4% mínusz, végül is 5-6%-kal csökkenteni kell, és mi itt Gödön azt úgy csináltuk eddig, hogy annyi volt a kiadásokra között össze, mint a bevétel. Tehát ebben nincs tartalék. Most ha ezt csökkentenünk kell, akkor ezt nagyon erős és korrekt gazdálkodással lehet csak majd elérni, vagy pedig be kell pótolni a városnak. Mert hiszen nem lesz annyi bevétel, mint a kiadása. Ez megtehető, de természetesen mindig szigorú kontroll alatt, és hát korrekt elszámolással történhet majd csak meg, ha szükség lesz, hogy a város betegyen oda a pénzt. És akkor javaslom, hogy akkor akinek van kérdése, még észrevétele, akkor ezt tegye meg. Akkor azt is mondanám, hogy egyik ügyvezető az a Hetényi Tamás úr, őt mindenki ismeri, a másik pedig Sinóni, aztán Mónika. Nem tudom, még van közben egy harmadik neve is, de az Kőműves Mónika, igen. Ő lenne, ő most is vezeti ezt a csoportot, és egy agilis, aktív hölgy. Én szerintem jó választás. Ő a mostani fizetéséhez valamilyen nem túl nagy mértékű kiegészítést majd fog kapni azért, mert ügyvezető is. És ő is a TESZ-ben dolgozik természetesen decemberig. Tehát mind a ketten ott vannak decemberig. Parancsoljatok! Jó. Akkor ez volt a maga a Kft. Megalakítása. De a maga hulladékadákra ahhoz kell a három fő is, hogy ezt megjelöljük, ahhoz, hogy ki legyen az ügyvezető a felügyelő bizottság, mert az annak a része, tehát az a társasági szerződésnek a része. Köszönöm szépen, csak annyi technikai, nem tudom, hogy egy szavazásba kell a létrehozással, vagy külön kell a forrás biztosítani, ugyanis a feladattal nem terhet működési tartalék terhére, kell nyilván a 3 millió forintot biztosítani, csak hogy a forrás meg legyen jelölve a létrehozással kapcsolatban. Jó, hát szerintem az belefér oda, hogy... Teljesen. Akkor vegyük bele, hogy a működésre szükséges összeget a működéssel, illetve a feladatban nem terhelt működési tartalék terhére. És akkor mondanám a felügyelő bizottságra tett javaslatot, ez a szemétszállító hulladékgazdálkodási Kft. Pintér György az elnök, Balogh György a TESZ jelenlegi műszaki embere, műszaki igazgató helyettese, és Szabó Csaba úr a valamikori környezetvédelmi emberünk. Ő a három jelölt. Kérdezem, hogy van-e másnak más. Az, hogy elvállalják, azt nem kérdezem, hogy már többször beszéltünk erről, és szerintem elvállalja, de azért megkérdezem formailag, hogy Pintér úr, Balogh úr nincs itt, de biztosított, hogy elvállalja, és Szabó úr is. Akkor ezekkel a körülményekkel, ha nincs hozzászólás és kérdés, kérem, hogy szavazzunk a Kft. Létrehozásáról és a felügyelő bizottság ilyetén összetételéről, illetőleg az előbb általam elmondott felügyelőbizottsági díjazás kérdéséről, amelyik mondjuk mikortól lép életbe, hát a megalakulás legyidőig gyakorlatilag. Ez a törvényes, gondolom. Jó, akkor itt szavazás indítható. Köszönöm szépen. És akkor itt akkor, ha előbb jeleztem, hogy szeretném itt beírtatni, nem titakozott senki, a kommunikációs Kft. Azonos a téma most már, akkor a kommunikációs Kft. Felügyelőbizottságának a javaslatot. Ezt múltkor már elhangzott, akkor nem volt egyetértés teljesen. Még egyszer megismétlem, tehát a kommunikációs Kft. Miután az, vagy a város média felületeit kezeli, függetlenül és szerintem pártatlanul, helyes módon
ott az elnöknek Lenkei György urat javasolnám, és a két tannap pedig Sipos Rihárd urat és Lavács Judit urasszonyt. Kérdezem a jelölteket, vagy akik javasoltakat, hogy elvállalják-e, Lenkei úr? Igen, köszönöm. Sipos úr? Igen. Lavács? Igen, nem kell ezt napirendbe vennünk. Megtesszük azt, és igen. Tehát akkor, hogyha ez ilyen formai kérdések, vehetjük. Igen. De nem, most elmondtam, hogy miért, hogyan, lehet valami, kérdezem, hogy tiltakozik-e valaki, nem? Tehát, hát lehet tartózkodni, igen, lehet tartózkodni, nem befolyásolja szerintem az eredmény, de lehet tartózkodni. Korábban azt úgy szoktuk értelmezni, hogy aki nyilván az a elfogadod a jelölést, hogyha megszavazod, de... Hát amikor azt mondja, hogy elfogadom a jelölést, akkor azt jelenti, hogy igen. De lehet tartózkodni, és nincs jelentőség. Lehet tartózkodni. Az egy kicsit kényszert jelent, hogy ezt rámerőltették, ugye, hogy főleg, ha nem, mert nemet is lehet szavazni, akkor is megszavazzuk. Akkor mi van? Hogyha azt mondja, hogy már pedig nem, mi meg megszavazzuk. Tehát igazából mindegy, a tartózkodás vagy az igen ugyanazt jelenti gyakorlatilag. Egyik egy kicsit olyan szemérmesebb, hogy én tartózkodom, saját ügyemben nem szavazok, de sokszor jó ügyek buknak meg azért, amiért ugye a saját magára valaki nem szavaz, bár egyetért a dologgal. Ahogy gondoljátok. Július 1-i hatálya, csak akkor? Július 1-i hatálya. Július, elég az. Az is egy takarékoskodás. Igen, indítható a szavazás. Köszönöm szépen, itt jegyző úr, de sugott nekem valamit, azért kihangsúlyoznám, hogy az összeg, amit én mondtam, ez bruttó összeg, bruttó, és nem hetente van, hanem havonta. Rendben van, köszönöm szépen. Igen. Következő napirendünk, Gödi, 80 év felettiek, lakosok. Van még közben? Igen. Támogatási igény, amit kétfele bontottunk, igen, akkor ezt Pinti egy olyan alpolgármester úr ismerteti. Köszönöm szépen. Ki lett küldve az anyag, és itt van egy tájékoztató rész, tehát először a tájékoztatásnak a tudomásul vétele, hogy a leérkezett támogatási kérelmekkel ténylegesen mi történt. Ez egy külön tájékoztató rész, és akkor külön egy másik napi rendi pont keretében pedig az államháztartás körén kívülre juttatandó pénzeszközök átadásáról kell szavazni. Annyit hadd tegyek hozzá, hogy a két legutolsó és egyébként az államháztartáson kívülre juttatott pénzeszközök listán is rajta lévő személyi támogatásnál ott annyit tennék hozzá, hogy javaslom, hogy a testület ezt úgy hagyja jóvá, hogy az illetőnek a sportegyesületével lehessen támogatási szerződést kötni, hiszen magánszemély ilyen szélű támogatást tudomásom szerint nem kaphat. Nézek pénzügyi osztályvezető asszonyra. Tessék? Magánszemély. Tehát gyakorlatilag egy sportolónak adhatunk el részt, Európa bajnokságon történő részvételhez támogatást. És akkor úgy, hogy számlával elszámol, akkor ilyen módon akkor maradjon, akkor nem kell az egyesületet belevonni. És akkor az nem adóköteles a részéről? Nem jövedelemnek számít? Jó. Akkor ebben a konstrukcióban. Jó. Hát az első, itt csak jelzem, ez annyira információ, hogy a nem támogatott pályázatok is benne vannak, fel vannak sorolva. Tehát ez egyszerűen tényleg egy teljes körű tájékoztatás, ami a első és hosszabb listát jelenti. Igen. Ezzel kapcsolatban észrevétel kérdés. Bognár László úr. Igen. Én kérem, hogy a Gödi körkép majd hozza le a nyerteseket, oda fogom adni a listát. Köszönöm. Igen. Meg a honlapra is föl lehet tenni, hogy legyen ez transzparens. Más hozzászólás? Akkor kérem, szavazzunk a tudomásról vételről. Második kör. Ja, és a második kör pedig az a lista, ami az államháztartási körön kívülre juttat pénzeszköz. Tehát itt az egyesületi alapítványi támogatások vannak alapvetően felsorolva, illetve a
két is támogatása a crossfitáshoz, és itt a két magánszemély, azt gondolom, hogy akkor így a szervezeti formákat teljes körülön felsoroltuk, és maga a lista az pedig ott van, és ott van, hogy mekkora összeget támogatnak, illetve hogy mi a forrása ennek a támogatásnak. Igen. Észrevétel kérdés. Szavazhatunk. Akkor most következik, köszönöm szépen, most következik a 80 év felettiek tétés nélküli strandfürdő használata. Tehát a gödi polgárok 80 év felettiek részére, Kosbe elnök úr, röviden pár szóval. Én ezt jó magam nyújtottam be, sok idős embere való megkeresés után, akik megkerestek. Tárgyalta egyszer a Oktatási és Sportbizottság, tehát a KOSBIS, de döntés nem hozott ebben, mert bonyolult volt egy kicsit az eljárás, azóta egyszerűsítettük, és utána tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. Én azt szeretném, hogyha egyszerűbb határozati javaslattal menne át, egyszerűbb lenne a kezelése. Ezért én felolvasnám a javaslatot. Gödváros képviselőtestülete hétfő és keddi napokon 9 órától ingyenes belépést biztosítana a 80 év feletti gödi lakosok részére, és a belépésre a lakcímkártya jogosítana. Ez azért lenne, egyszer azért hétfő is, mert akkor nincs annyira kihasználva, tehát tudja fogadni maga a termálfürdőnk az öregeket, és 9-től már melegebb a víz, hiszen ekkor úszások vannak, és úgy érzem, hogy ezt illik megtennünk a 80 év felettieknek. Vita volt, hogy ott adjon ki igazolványt, kiadjon igazolványt, fürdőigazgató, a lakcímkártyán kérem mindenre rajta van, ugye a személyi számból a születési dátum, a lakcím, hogy állandó gödi lakos, minden rajta van. Tehát az a 15-20-25 idős, aki ezt érint, azok azt hiszem, hogy érdemes lenne megadni és megszavazni. A frakció támogatja, én kértem a frakció támogatását az ügyben. Köszönöm. Lenke úr. Köszönöm szépen. Tárgyaltuk mi is, akkor azt kértük, hogy ezt a technikai problémát oldjuk meg, amit elnök úr mondott, tehát egyszerűbbé tenni ilyen formában, nyilvánvalóan támogatjuk feltétlenül, gondolom Csányi képviselő úrral együtt, aki a bizottság másik tagja. Igen. Ki van még esetleg a bizottságban, aki támogatja? Forró úr. Ott nekem azért az lenne a javaslatom, mert itt régebben érkezett visszaélésekről hír, hogy a gödi igazolvány és más arcképes igazolvány. És alkalmas legyen? Nem, együtt a kettő. Mert a lakcím igazolvány az önmagában, ha, ja, hogy nem tudni, hogy esetleg másét húzi oda. Aha. Igen. Igen, tehát akkor arcképesség, igen. Ez így jó. Személyes arcímek. Hát nem kell útbeli listáját, tehát azért mondom, hogy más arcképet tartalmazunk. Jogos képviselő hozzászólása, úgyhogy így legyen akkor. Tehát a lakcím és a személyazonosság igazolására együttesen szolgáló valamilyen igazolvány, bármelyik. Igen. Lakcím és terület útlevél is, igen. Jó, akkor ez világos. A lényeg az, hogy gödiek menjenek és 80 év fölött, és ő részükre biztosítjuk a... Észrevétel kérdés, ha nincs, akkor szavazhatunk. Elmondta már elnök úr. Egész nap. 9-től. Jó. Szabó Csabó elment, igen, azért csökkent a létszám. GSS támogatási kérelme, 164. oldal. Pintér György úr. Köszönöm szépen. Csak annyit tennék hozzá, hogy itt a helyszínen kiosztásra került a kérelmen túl a műszaki szakvélemény, illetve maga az előterjesztés, tehát van előterjesztés az anyaghoz, és itt is a feladattal nem terhet működési tartalék keret terhére lenne megszavazva. Ez a támogatás, amennyiben ezt a 6 millió forintot a képviselőtestület jóvá hagyja, amit egyébként támogatunk, hogy megépülhessen, mint itt az alsógyedi pályán kibővülhessen és korszerűsíthessen ott az öltöző, és ez a munka még az idén be is fejeződjön, gyakorlatilag őszre kész lenne így módon az épület. Igen. A itt háttérte annyi van, hogyha annyit még hozzátehetek, hogy a egyesület abba bízott, hogy a TAO-ból
több pénz folyik be, ezek a remények, ezek szerint túlméretezettek voltak, a technikai okok voltak, lényeg a lényeg, hogy egy 6 millió forintos keretösszeget kért a GSE elnöke, aki azt is beleírta a kérelemből, hogy idén már további igényel, támogatási igényel nem fog előhozakodni, és ez miben nem decemberben, hanem május mégiscsak egy komoly ígéret 7 hónapra előre. Legyünk hálásak legalább, ugye? Nem csak technikai információként, nem lehet. Forró Gábor úr. Köszönöm szépen a bizottság az ülést megelőző ülésén tárgyalta. Itt volt Horváth elnök úr is, és részletesen elmondta nekünk, hogy mennyire takarékos lett ez a költségvetés. Továbbá azt az egyik kérdésre válaszolva, hogy ez a 13,6 millió forint TAO-ból származó bevétel, ez tovább nem nőhet-e? Ő azt mondta, hogy gyakorlatilag ebből is úgy van, hogy 12 millió forint az, ami már beérkezett, és 1,6 millió forint még várható, de azt mondta, hogy az nyilvánvaló, mert mivel a kifizetés itt látszik, hogy a szeptember, tehát 2013. szeptemberre írja a határozat, hogy amennyiben még érkezik ehhez pénz, mert a költségvetés az fix, akkor annyival kevesebbet hívnak le, vagy igényelnek ebből az összegből. Illetve azt mondta, hogy addig se ölbetett kézzel ülnek, hanem az adódó pályázati lehetőségeken, akár valami energiatakarékossági vagy egyéb pályázatokon ők próbálnak indulni és további pénzeket szerezni. Köszönöm szépen. Köszönöm én is. Végül is Városi a Sportegyesület által használ létesítmény, úgyhogy bár az arányok itt eltolódtak, mert végül már felit fizetjük, és nincs a TAO-ból annyi pénz, de azt hiszem, hogy ez most már nem kerülhető el, hogy ezt befejezzék és rendben legyen. A napokban keresett meg egy hölgy, a nevét pontosan nem tudom, de írva van névjegye is, hogy az atlétikai szövetség keretében szeretnék Gödön atlétikai bázist megteremteni a GSE pálya igénybevételével. Elnök úrral beszéltem, ő készséges ebben, tehát a profilok is bővülni fognak. Ennek kapcsán pedig az öltöző mind olyan nagyon fontos, hogy korrekt legyen, és színvonalas olyan lesz, úgy látom. Akkor kérem, ha nincs több hozzászólás, akkor szavazzunk a támogatás biztosításáról. Köszönöm szépen. 20-as közbeszélési eljárás megindítása. Ez mind zárt, akkor még nem, a bölcsőre talán nem. Meg a pénzügyi tájékoztató. Meg? Jó, ezek nem, akkor nem. Akkor mondod a pénzügyi tájékoztatót, Pintér úr. Pillanat. Azt mondja, hogy önkormányzat pénzkészlete, a számlán lévő összegek, illetve pénztár az 100.692.000 forint, a hivatal pénzkészlete 2.469.000 forint, a TESZ és az intézmények számláin levő összegek az pedig 9.871.000 forint, a lekötött betétek összege a mai napon 465 millió forint, így az önkormányzat teljes pénzkészlete 578.032.000 forint, lejárt tartozás az önkormányzatnak nincsen, az mai napig ebben az évben befolyt adóbevételek összege 631.295.000 forint. Az elmúlt testületi ülés, a rendes testületi ülés óta normál finanszírozási műveleteken kívül 10 millió forintot meghaladó kifizetés nem történt, lejárt tartozás nincs, ezt mondtam. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, tehát a pénzügyi beszámoló megvolt. Akkor a szabadcsont forrás. Ki a előterjesztője, Júlia? Gábor, parancsolj. Köszönöm szépen. Szintén a most kiosztott pénzügyi határozat, közügyi bizottsági határozatokat alkalmazó anyagra hivatkozni. Annak kéne az utolsó oldalára lakozni. Ott van egy már a testület által jóváhagyott szabadstrandok működéséhez szükséges munkálatok elvégzésére történő nem pénzátadásról van itt szó, csak egy
pénzmegjelölésről, amiről a TESZ, aki végrehajtja ezeket a feladatokat, utólag számlákkal elszámol. Ez bruttó 866242 forint. Na most ezt már erről már határoztunk, azonban forrás nem jelöltünk meg, és a költségvetésben sem szerepelt. Ezért kéne szavaznunk. A szavazás szöveges része az előző oldalon van, tehát javasolja a bizottság a testületnek, hogy a szabad strandok működéséhez szükséges munkálatok elvégzéséhez 866.000 forint keretet biztosítson, a feladattal nem terhelt működési tartalék keret telhére a felhasználás számlákkal igazoltan teljesítményigazolás után történt. Jó, erről kéne szavazni. Köszönöm. Igen. Kérdés, észrevétel. Én kérdezném Hetényi urat, hogy a felsői szabadstrandnál a WC blokkot ki fogja üzemeltetni, mert látom, hogy karbahozás van, de ott van egy 3 hónapos üzemelési, takarítási papírellátás, egyebek, tehát azt ki fogja állni. Remélem, jót mondok, a kommunikációs Kft. Tárgyaltunk ezt. Tehát ő vállalta ennek a költségeit? Igen. Igen? Igen. Igen? Ugye? Ez rokna. Hát csak annyit tudtam az egészről, hogy akkor mert a strandot végül is ugye egy adott vállalkozó fogja kezelni, de alapban a szervezete a TESZ-nél van, gondolom. Vagy nem. Tehát a kommunikációs Kft. Ebben, mint költségviselő, nem tudom, hogy jelenik meg, mert ennek lesznek költségeid. Nem is kevés adott esetben. Ott van egy büfé is, ami üzemel. Ez van, biztos. És hát ugye azon a belüli területen van tulajdonképpen. De mondom, nem volt teljesen tisztázva, ennyi volt az akkori tárgyalás, hogy mi rendbe hozzuk ezt az épületet a teszdolgozókkal, tehát a csempésztünk, csapokat szereltünk föl, minden egyebet elintéztünk ezzel kapcsolatban, és a takarítást az ottani egyenség alapján vállalta volna a Kft., de újra tárgyalhatjuk, ahogy néz ki. Mert itt van egy költségbecslés, vagy egy költségfelsorolás, ebben ez nincs benne. Ez pedig lehet, több százer forint lesz adott esetben, mert ott 90 napon keresztül kell biztosítani a takarítást, illetőleg a felszerelési eszközöket. Az több százer forint lesz. Hát döntés kérdése, mert sokan használják belőle, azután még a napközi is, oda ugyanarra a területre, tehát elég sokféle hasznosítása van, hogy így mondjam, annak a melléképületnek. Azt már azért ne beszélnek, hogy mire használják, de az a kérdésem, hogy ki fizeti a révészt. Én nem tudom, aki. Hát te nem tudod. Jó. Tehát akkor pillanatnyilag senki. Pillanatnyilag akkor senki. Értem. Jó. Más kérdés, észrevétel? Igen, András, Ratai úr. Köszönöm szépen. Itt arról van szó, hogy a szabadstrand üzemeltetésével kapcsolatban működtetni kell egy ilyen WC zuhanyozó helyiséget, és a kommunikációs Kft. Nyilván ellátja ennek a fenntartását, de erre semmilyen szerződésünk, megbízásunk nincs, amiben meghatározná bárki azt, hogy milyen feladat terhel ezzel, mennyi ideig kell nyitva lenni, ki mehet oda be, vagy egyáltalán milyen kötelezettséget kell elvállalni. Tehát erről van szó, amikor a Hetényi úr mondja, hogy mi természetesen azt a területet rendben tartjuk, de ugye oda, ki mehet be, mikor kell kinyitni, mikor kell lezárni. Tehát én ezt javasolnám, hogy hogy hova tartozik ez a feladat, de azt valahogy le kellene. És költségei tisztán vannak mindenképpen. Hát vannak költségei is, igen. Ki szervezte a szabadstrandokat? Én. Hát akkor erre tudsz választani szerintem kapásból. Mondom, hát én csak annyit tudok ezzel kapcsolatban mondani, amit az előbb ismertettem, hogy szabadstrandnak ez az ellátása, mert úgyis a mellékhelység majd máshova fog szerintem kerülni, de a két csónakász között lesz, de ez ideglenesen így volt megállapodás. Ez lehet, de ha máshol lesz, ott is lesznek költségei. Tehát most attól fél, hogy hol vannak, ezek az... És az belefér ebbe a költségkedbe, amit mit mondtatok. Jó, hát ha benne van, akkor én meg vagyok nyugodva, akkor pénzt nem kell adnunk. Ez a lényeg. Jó. Jó, ne ragozzuk tovább. Jó. Tehát végül is akkor ezt a forrás megjelést kell elfogadnunk. Ha nincs több észrevétel, akkor szavazhatunk. Rendben, hogy itt a kiment, akkor esetleg nyom ki, légy szíves. A
addig, amíg... Jó, visszajön. Jó. A nyíltak közül még a... Közben itt kinyomtuk, mert nem tudtuk, mikor szok szerepelni, és szavazás volt. Nagyon visszalicces. Jó. Bölcsödénél említettem a ülés elején, hogy a bölcsőre vezető Jóné Zsuzsanna jelezte, hogy az év végével szeretne az törvényesen lehetséges nyugdíjat igénybe venni december 20-valanyadikával, és miután sok nagyon régen dolgozik itt, nagyon sok szolgált ideje van, ezért nagyon hosszú a felmentési idő, 8 hónap, aminekből 4 hónapra a munkáról kötelezően föl kell mentenünk, és a többi 4 hónapban pedig az már ketyeg is, hiszen a decemberig már nincs 8 hónap, már áprilisban elkezdődött ez a 8 hónap, úgyhogy viszonylag sürgősen kell dönteni. Azért hoztam most be, mert a következő ülés már egy hónappal későbben, és akkor nem tudunk addig érdemben lépni. Van a szabadsága is, amit nem vett ki, előző évről is van még valamennyi áthozva, vagy kevés, és hát abból is ki kell adni valamit. Elvileg a nem kötelezően fölmentedő 4 hónapból is szoktak a munkáltatók még valamennyi fölmentést adni, de itt miután sok szabadsága is van, ez csak mondjuk részben lenne lehetséges, illetve kis mértékben. Egy mérlegelés kérdése, hogy végül is hogyan egyezünk meg, hogy mennyi szabadságot adunk ki, mennyit fizetünk ki, mert valamit ki kell fizetni, és a 4 hónapra pedig fölmentjük mindenképpen. De ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy-két héten belül már, sőt, már elvileg már most sincs emiatt, úgyhogy ott addig, amíg a pályázat lezajlik, ki fogunk írni pályázatot, hiszen ez kötelező, addig valakit meg kell bíznunk a bölcsőde vezetésével, mégpedig oly módon, hogy szinte azonnal, hogy legyen egy kis párhuzamos időszak, amíg a tudom még ott van, hogy átvegye, vagy legalábbis tájékozódjon a dolgok felől. Van helyettes, de egyesen van, és van egy másik helyettes is, aki miután nincs olyan fokú iskolai végzettsége, egy hosszabb távon talán nem biztos, hogy tudna pályázni. Ezért én azt javasolnám, hogy bekértem a listát, hogy kiknek van olyan végzettségük, ami a bölcsőde vezetésre elegendő, és az ott levő végül is két személy közül, akik erre, ennek alapján ugye, lehetséges megbízást kaphatnak el a pályázat kiírásáig, illetve lefolytatásáig terjedő időszakra, azok közül én javasolnám Rácki Mariant, aki óvodapedagógus plusz csecsemő és kisgyermeknevelő gondozót most végzi el, a következő hónapban lesz végleg a diplomája, a legmagasabb szintű. És akkor őt a szokásos módon a jelenlegi fizetése plusz a vezetői porték, addig az időig megbízunk, hogy ezt csináltuk a műfház, meg más esetekben is ugye a ügyeket. Valószínűleg pályázni is fog erre a posztra, hogyha ez ki lesz írva. Alkalmas, megfontolt, kiegyensúlyozott hölgyről van szó, korban is, még a fiatalabb korosztály. Úgyhogy én javaslom őt. Kérem, van-e valakinek más javaslata? Ha nincs, akkor szavazzunk arról, hogy Rácki Mariant bízzuk meg ebben. A dolga június, igen, június, igen, jó, a júni esetében tudomásul veszik, hogy bizony, hogy nyugdíjba kíván menni, itt van az írásbeli anyag, és június 15-től pedig, nem most mindjárt elsőtől, de 15-től Rácki Mariant bízzuk meg, hogy a pályázat lefolyatásáig, illetve elményhizetésig terjedő időszakban a mostani alapbér plusz a vezetői pótlék, ami egy viszonylag kis összeg, annak birtokba vételével folytassa ezt a munkát. Kész. Lehet szavazás? Igen. Köszönöm szépen. Akkor végeztünk a nyílt résszel. Ha csak esetleg valakinek még nincs egyebekben valami, ami kimaradt volna, az mondja. Hallgassad előttől, és akkor most. És akkor az ártülés elrendeléséről szavaznánk. Köszönöm szépen. Köszönjük a nézőknek, a tévé nézőinek, a helyben levő vendégeknek a részvételt, és ha mennyiben kíváncsiak rá, megvárhatják a végeredményt, de meg lehet majd tudni a sajtóból, honlapról, tévéből.